you, you help me, we have good. Na most megnézem, hogy tényleg arról beszélnek, amit írtak itt csöten. Mert ha nem, akkor clickbait gecik vagytok. Szélgessünk erről. Én nyitott vagyok, abszolút. Sze és nagyon-nagyon nagyon vagy kíváncsi vagyok, jól. hogy ő hogy érez -e ezzel az egész kapcsolatban. Ha tíz skálán a semennyit, akkor mennyit aludtál? Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy tök jó egyébként. Hogy féle attól, hogy ebbe az irányba fogja eltolni a, az egész. Most rólam van, vajon. Én kíváncsi vagyok rá, mert mondom, én nem láttam belőle eleget ahhoz, Aha. hogy véleményt tudjak nyilvánítani, viszont még így is úgy érzem, hogy az elején nagyon erős dolgokat jelentettél ki melyik részével, melyik részét éreztem. This is an intellectual meg? podcast, hát, mert azt, hogy bögre kávé. ugyanolyan lesz, és szart fog csinálni. Hát nekem továbbra is ez, a, ez az állításom, hogy... Uh, Mire jöttem ide, Geci? Hogy ez nem az az út, amin... Uh, a, jó. Továbbra is az az állításom, hogy ez az út, ez ide vezet. <gérés> Mi a faszról beszél? Mert hogy ezt, bocsánat, ezt el lehet vinni, és ebben a srácban egyébként megvan a potenciál, hogy ez megtörténjen. El lehet vinni egy ilyen uh, kicsit. Uh, a macska rúgja a meg, de intellectual streamerek, de intellectual streamerek, irányba. jaj. És el lehet vinni a fanmade Maker irányba. És. Uh, melyik az egyszerűbb? Ne legyen igazam. Jó, ne legyen, ne legyen igazam, tök jó lenne beszélgetni ezzel a sráccal. Hogy hívják? Ádám, nagyon jó. Komolyan nem tudják? Nem tudják a nevét annak, akiről beszélnek? Azt a kurva. Jézus úristen. Ö, én amúgy ezeket el meg fogom nézni, például az Imis videója érdekel. Azokat egy azt mondod, hogy beleállt ő is. Megzaba, így, de... egyem az uzáját ezeknek. A, az interjús, uh, és a stílus. Ez Most ezek az Ádámról beszélnek, szerintem engem elengedtek. Én ha most kezdem összerakni, mi jól jól lenni. történt. Lenni. Akkor elengedett engem a Fanvid geeks csapat, mondván, hogy elviheti a fókuszcsoport Ádám abba az irányba, hogy én mentem, de még van benne potenciál, pont mint anno a The Raven Crocs-ba. nem ülnék le beszélgetni. Na hoppá! Nézd én oda! Én ismerem oda. őt annyira, hogy én sem. Ott nálam már túl sok, túl sok az érzelmi töltet, nem fogom tudni, nem fogom tudni elgondolkodtatni sem. Abból box lesz! Abból uh, box lesz, gyerekek! Abból box lesz! Azt az a kurva! Fú, nagyon az, az box nagyom. lesz! Ez borzalmas lenne, gyerekek! Hát az borzalmas lenne 33 évesen magyarázni egy... 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 egy sort of tini fiúnak, hogy... Nézz oda! A, túl fiatal vagyok neki! Túl fiatal vagyok neki, és mégis túl sok érzelmet táplál felém. Ajaj! Na itt bajok vannak. Sort of teen azt mondja. Hát meg... Az, az, az kemény, az meg. Azért mennyire kell magas lovon ülni ahhoz, hogy túl fiatal legyen valaki, és ezért nem akar bazd meg beszélgetni a másikkal. Az mi a geci? Nagyon drága vagy. Hogy a boltzerrel nem kellene beszélgetni, 19? Hogy hogyha valaki, hogyha valaki kritizálja, amit csinál, akkor, akkor abszolút ilyen érzelmi alapon reagál. Ami persze elfogadható, persze természetes, mert én is védekező leszek, hogyha valaki kritizál. Csak, csak, az a kérdés, hogy ez fel. Hát de ezek kajakra arra, föl vannak baszódva rám. Tehát ezek legit, legit, legit érzelmeket táplálnak felém. Ez az egyik része, a másik része, hogy nem, nagyon nem szeretnék nagyon nem szeretném, hogyha az ő közössége bármilyen formában ide találna. jó. Jaj, ne! Na jó. Mi most létrehoztunk? Marci, Marci néz minket, csak mondom. Nem tudom. A Family Makeres fiú a Marci? Nem tudja a nevemet a csávó, bazd meg, ez miért, hihetetlen. Miért? Hát, azt érzel neked táplát felém. Arrakszom. De azt Tehát, tudja, hogy a sort of, of teen. Az mit jelent egész pontosan? Szerintem az valami szarra kapcsolatos dolog. Ez egy ilyen... Uh... Szerintem ez valami fennkölt szidalmazás. Biztos. <laughs> Fú, gyerekek! Szóval én bevállalom akármikor, hogy én nagyon haragszom a Marcira az Imis és Viktoros dolog miatt. Ja, én is. Mert, Mert hogy nekem ez De volt a, Nem hiszem ez el ezeket, elején. Komolyan nem hiszem el ezt a közösséget, ami ott megy. Hogy ott mit csinált, és... Uh, Na, mit csináltam? És, nem is, nem is ez volt a, nem is ez volt az igazi probléma, hanem amikor csinálsz valamit, effektív tévedsz. Tehát, hogy nem szubjektíven, hanem objektíven tévedsz. Hallod, ezt, majd, Akkor... ezt, ezt meg kéne beszélni papító Utána, mert most te elmondod, hogy nem szubjektívan tévedtem, de... Értem, az Igen, van, ott hogy az volt a baj, hogy, hogy hamis tényekből indult be, ki, ennyi. Azt mondja, hamis tényekből, bazeg, bevágtam a statisztikáit a izének, kisiminek. Azt mondja, hamis tények. Jaj, én azt szeretném, hogy most nem menjünk itt át ebbe a részbe, értem? Többen írják, hogy itt van a Marci élőben, értem? Én nem szeretném, hogy ebből bármilyen dráma, meg, meg egymás basszogatása legyen. De Szerintem... ebből box lesz ez a box, témát nem kell újra lesz. mert akkor eleget beszéltünk róla, és, és ez egy... Um, milyen érdekes, egy megjelenik az, akiről beszélnek, már hirtelen témát marad, váltanak, nem, nem gondolom, hogy Én most itt hajlandó lennék beszélni sort of thinking discordon, emberek, vagy, vagy, a vagy a dévvel, vagy a lány, a csajjal is szívesen, szerintem ő egyébként a László Viktória hang alapján. Szerintünk, szerintünk, amis tényekre Figyelj, azt mondja, az effektíve hamis ne? tények, hogy um, kezdem mondatot szerintünk um, hamis tényekre? Nem. Hát akkor a van vita érdekes, alap! A akkor van vita az alap, bazd meg. A, a, volt, a de. Akkor mégis van vita alap! A tények azok makacs dolgok. A tények azok kifejezetten makas dolgok. Mert hogy a tények nem változnak attól függetlenül, hogy. hogy te mi, de mik, mik a tények, a bazd meg, mik a, a, a tények? De mik de a jó, tények? Szerintem ezt, ezt Ezek ma, a témát mondtak már a a én ahhoz, hogy ennyiben Marci, hagyunk, hogy... ott vagyunk. Mondom, én szívesen, el, nagyon szívesen jövök én Discordra. Látom. Ebben a pillanatban. Ez az, amit... Uh... Ezért jó, hogy streamelek. Ezért mondom, hogy szerintem Leho itt lezárhatjuk ezt a témát, mert ez, mert ez innen ez innentől Figyelj, kent, most, ve... hogy megérkeztem, ezért mondom, zárjuk a le a témát. Egyetlen egy dolgot. Marci, ez itt egy... Intellektuál podcast. csatorna. Egyáltalán nem az a csatorna. Úgyhogy, uh, ha meg. Azt a kurva. Hallod, itt van, ez az egész fanvick bagázsal kellene egy, egy csernusos interjú esküszöm. Érde, ez, ez De szerintem a kávé felnőtté, a felnőtté én tette, én tette én őket nagy valószínűséggel, meg a Marvel a filmek. Vagy ami, vagy ami Nagyon a kemény. Alat 22 a évesen, sort of Tinként úgy érzem, hogy Jézus Úristen. Halál rájuk. Meg kioktat a csáú. Tehát te vagy. Na. Már meg arra de akkor te vagy az az intellektuális tartalomgyártó videós, akit ezek az emberek követnek? Akik nem, azok ti vagytok, papikám! Én az a trash szar vagyok. kommentálnak. Na de mindegy! De mindegy. Adj, ez ez se látott um, tőlem egy kurva videót sem, a nevemet nem tudtam, amikor elkezdett beszélni rólam. Szerintem, volna. zárjuk le ezt a témát. Fú, ezek érzem, érzem, hogy be vannak fosva. semmi értelme nincs. Aha. Szább nem, mód bekapcsolva? Nem Tehát, hogy uh, én nem fogok elhallgattatni igazából semmit? Nem fog elhallgatni igazából semmit, hogy bekapcsolja a Szabóni módot. Ez... Ilyettől. Jézusom, ezek Ugyan azt a Én ki vagyok ezektől, de Be komolyan. Azt, ki mondja, hogy nem fog elhallgattatni Be semmit? Senkit, <laughs> és más azt mondja, hogy Ha bocsánatot kértél volna, akkor. És mi a faszék kérte volna, bocsánatot. Ezeknek mi van a fejében? El, Jézus Úristen, itt vagy a Bázlát jelmezben, és nem szürcsölgetek kávét, mégis azt érzem, hogy ennél a 33 éves csávónál intellektuálisabb vagyok, még az is, hogy azt mondom, hogy szartam egyet, egyet reggel. Ami igaz is, bazd meg, mert csípet. Mert csípet. Hát ez mi? Egyből odajön az, akiről beszélnek, hirtelen témát váltanak? Hát ezt nem hiszem el. Hát de komolyan nem hiszem el. Itt van az, akiről beszélnek. Életben egyszer történik meg. Életben egyszer törték meg, hogy itt van az, akiről beszélnek, és nem. És nem akarják megoldani a szituációt, Még nem akarnak ártunk, beszélni. Ez, Aztán ezért jók ezek a podcast műsorok, mert nem az a lényeg, hogy megbeszéljék a dolgokat. Imádom. az. In én, én azt, fú, én Marci, azt javaslom, hogy te ezt beszélgesd meg a nézőide, meg a Marcival, meg én pedig az enyém. László, Viki, out, uh, out of the party. <laughs> és majd, uh, na. <laughs> ja, 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 szétestünk abban, szétestünk. Figyi, egyébként is uh, elértük a határt, úgyhogy uh, úgyhogy... hogy uh, most ért... ért ú, de jó, hogy most értük a... el a határt. Azt a kurva... Jól van. Oksi, jól van. Szia. Na jó, hello, hú, konfrontáció van. Ilyenek a felnőttek. Gyorsan akkor megyünk, hello. Hú -hú. Figyelj, de finga nincs, hogy ki vagyok, Ide. kettő videót nem látott tőlem a csávó. Hogy én ritkán ritkán érzem azt, hogy. Mr. Apple don't nekik, bazd meg. Hogy egy másodperc alatt önigazol valami. De. Na? There you go. Megtörtént, hatalmas önigazolás, bazd meg. Annyit mondtam, hogy felmegyek discord megbeszélni, elképesztő. Mi Mi a kékeresre jöttem én vissza? Ó, oh, nem akarod! Nem köszi akarod, akarod, köszi Martin a 10 horvát jaj, koronát! Mi A... Majd biztos, biztos készül erről. Készül erről egy... Objektív minőség. Ajaj, ez a dév nagyon vágja, hogy miket csinálok mostanában. Szerintem 6 hónapja, hogy nem nézett fel a csatornámra. A Egy jó cetli mindig jó, köszzi a donéte Menjen, Marci, menjen. A, figyelj az van, hogy. Uh, ahogy Viktor is elmondta neked, és. Uh, és olyan is, Nekem neked is a Viktor. Kell neked, Melyik a Sirius? Ezek az emberek, akik. Uh, akik uh, most itt vannak valami miatt a... valami miatt a csetemen. Azt gondolnám, hogy te sem vagy erre annyira büszke, bár... Mi a faszomról beszél? Ah, de ez leszól egyszerre 200-300 embert. Mit gondolod, hogy itt milyen emberek vannak? Egyetemisták, bazmeg. meg! Megmondom őszintén. Akik munkába járnak, szükség. olyan emberek nézik. Miről? Mi? Azt gondolja, hogy ott valamilyen exkluzív VIP közösség van, akik jobbak, mint a többi közösség, bazd meg? Nagyon más csatorna vagyunk, az a helyzet. Hát ez valami Ugyan Ugyanezt történt, amikor berédelte őket a benszülött Bálna. Ugye elmondták, el, el hogy inkább menjenek el innen, mert ugye ez nem az a közösség. És nagyon félek attól, hogyha mi, bármilyen formában tartalmat gyártanánk együtt, akkor valami miatt oda ezek az emberek. Te só, nagyon rossz emberekkel kezdtél ki. Na gyere Discord, papesz, boxoljuk le Discordon, komolyan. papikám. Egészen komolyan. Boxoljuk le, papikám. Dave ki van lelkileg. Hassza, a, milyen gyorsan elment már izé, csaj, amikor elkezd, amikor kiderült, hogy én is nézem. Szerintem ez rekord, ez speedrun volt. Diszk Discord disconnect speedrun. <gül> <gül> Jaj, mert az egyik oldalról, az egyik oldalról... Jaj, bassz meg, én csak úgy beszélni akartam valamiről, most miért jött ide az, akiről beszéltem, a kurva élet, ezt nem hiszem el. Jaj. Ennyi Death threat meg, meg, meg ennyi, ennyi ilyen komment szerintem összesen nem volt még, még ezen a csatornán. Na, de ez volt ennek az adásnak a vége. Nem fogunk rédelni, mert uh... <laughs> ezt nem küldöm át. Már Na, tovább. ez. Az intellektuál streamerek, az az meg, ez elképesztő szépen. volt. Azt a kurva hallott, kicsit. És. Uh... Én nem tudtam, hogy lehet-e. Én. És ne, ezt nem én felejteni nem... felejteni. Fú, bazd meg. El tudjuk felejteni. Ez a ez a társaság. A... Ne aggódjatok, beszélni fogok, beszélni fogok Marcival ettől egyáltalán. De kell, nyilvánosan kéne Na, hallod! ennyi volt már a délután... Nyilvánosan kéne, uh, podcast, nem egy izé kávé változunk. mellett uh, privátban, PlayStation. Bazd meg. PlayStation Podcast. Nagyon várlak titeket. Csirke! Jó, csirke! Nagyon Aha, kemény. Hallod, van. megérkezik az, akiről beszélnek Na, és ó Na, találkozunk délután. És véget ért, ennyi volt a livestream. Hatalmas, na jó van, akkor lehet folytatni a Minecraftot. Hát ez gyors volt. Egy török kávé mellett megbeszéljük a dolgokat. Fú, geci, azt a pejoratív lenéző stílust, amivel az a csávó beszél, már csak azért is, mert valaki fiatalabb nála. Azt vagy a sort of teenager. Hát nem tudom, én több tizenévest ismerek, akikkel normálisabban el lehet beszélgetni. És, akkor, ez, a... típusú mentalitás, meg magatartás, az ütközik azzal, amit én elmondtam az előadásomban, hogy ez a könnyen simulékony, konfrontáció kerülő típus. Hát ez gecire, az meg. Ez gecire, ez gecire nem kerül a konfrontációt, ez beleáll, Megjelenik Megjelenik az, bazzeg, akiről beszélnek, és nem. Szerintem ezzel nem egy ember sértett meg egyszerre, bazd meg. Elefántsontoronynak hiszi bazd meg az közben meg. És garantálom, garantálom, hogy még a nevevet nem tudta a csávó. Vagy pedig eljátszott, hogy nem tudja, mert pontosan jól tudta, tisztában van vele. De én ne, simán el tudom kézzel, hogy ezek konkrétan föl voltak rám baszódva. De kurva sok értelme van ezeknek a podcasteknek, csak annyi, hogy járjon a szája az illetőnek. Én nem értem. És vágod, úgy beszélnek a fókuszcsoportról, hogy ne menjen el abba az irányba, én vagyok, hogy kettő éve ismerem a fókuszcsoportot, bazd meg. Kettő éve. Közös videóink vannak a hat lépésen. Még mielőtt fókuszcsoport lett volna. Ezt nem is értem. Mert mit gondolnak? Esküszöm elmulasztotta a fejfájáson valamilyen szinten. És annyira imádom ezt a közösségekkel való, tehát, hogy... Tehát ez, ez a közösségekkel való példálózás, hogy kinek a közössége milyen. Tehát kiszűrjük az összes olyan embert, aki számunkra nem szimpatikus, a feliratkozókat, meg egy kicsit így piedesztára emeljük, akkor nekünk jó közösségünk van. Az az ötven ember, aki ebbe beletartozik. De amúgy a rajtunk kívül bármilyen közösség, legyen az a benszülött bálnája, aki berédelt őket, vagy ez ami itt van. Ott biztos az emberek prosztó gecik. Ott büszkének kell lenni a saját közösségedre, mert azok a te embereid. Ez a mentalitás. Nekem mi a faszom közön van most őszintén hozzátok, akik néznek, azon kívül, hogy ti nézitek a tartalmat. Büszkének kell lenni a közösségetekre Hát komolyan mondom, agyamádom Ó, jel kis fóka Köszi annak, aki beküldte Ez így most jól jött ki Azt a kurva Annyira aranyosak, annyira aranyosak Ahogyan konfrontáció közeli állapotba kerülnek Instant, instant befosnak Szerintem ebből megint ügyvéddel fenyegetőzés lesz e Úgy érzem legalábbis. Ezek még a mai napig azt hiszik, Geci. Ez... Mai napig azt hiszik, bazd meg, hogy ez egy full legit dolog volt, amit ők gondoltak még egy másfél évvel ezelőtt. Hú, ez szar. Ez egy szar spawn. De elképesztő, hogy elképesztő, vannak, vannak bazdai videósok, akik azt gondolják a saját közösségükről, hogy az valami 10 milliószor jobban működik, mint bárhol máshol. Jó, mondjuk, hogyha egy csatornát a szponzorok, a kapcsolatok, meg mondjuk 20 darab ember tart el, azért máshogy viszonyulsz hozzájuk, az biztos. Húbb, az meg nem megyek át. A kurva anyád. Oh no. Big Sauce a 3 dollárt. Kornél Kormos. Még Kisimi is írt a chatbe, írja Kormos Kornél. Ő mer élni, mert délvidéki szerencsére. Megzabálom. És érted, világát nem tudja a csávó, világát. De hogy fingja nincs arról, hogy miről beszél, a száz százalék. Amikor valaki már a korát hozza fölérvként, ott már meg meg tényekről beszél úgy, hogy maguk a tények nincsenek kimondva. Azért ott kérdéses, hogy mi a faszról van szó. Érted, bazd meg, leül velem a radics, leül az Ádám, leül a Puzsér beszélgetni, erre itt van egy dév, akire rá nem néznénk, hogyha nem jött volna az info, hogy rólam beszél. És azért ne haragudjatok már 33 évesen egy majdnem tinédzser 22 éves gyerekkel leülni, beszélgetni. Ez azért övön aluli lenne. Nekem, nekem professzor úrnak, aki társas játékokkal játszik, azért, azért ez övön aluli lenne. Azért ezt nem biztos, hogy az egóm elviselni. Azt a rohadt. Na, itt van a cseten. Gyere föl Discordra, papító. Megbeszéljük ott papikám. Mondjuk én, mondjuk az a baj, hogy én olyan fiatal vagyok, hogy csak a bulikról és a pináról tudok beszélni, úgyhogy lehet, hogy nem lesz a te szintennek megfelelő beszélgetés. Akkor most 30-as ad kell mennem abba a közösségbe, vagy mi? 10 perc, ott van Discordon a Fanvid de szuper. Köszi szépen, Heli nézi ezt az öt dodót. Hát 30-es apaként szerintem csoda, hogy bazd meg, nem egész nap a Twitch-en lóksz. Ebben, ebben, a romlott közösségben. Na, ö, várjatok valaki egyébként, meg tudja mondani, hogy hol ül Discordon a Fanvid Egyáltalán az, az igazi profil a Fanvid Geeksnek? Mert elég könnyű mostanában kamu profilokat létrehozni, és ez sosem derül ki. Beszélgetőben van a dév, nagyon szuper. Ah, meg is láttam. Szavasz, mi a helyzet? Szervusz, Marcika! Marcika? Jól hallottam? Marci? Vagy mit, melyiket szeretnél? Hát a Marcika. Ma így szól itt édesanyám, úgyhogy szinte maradjunk a Marcikánál akkor. Várj, le nyomom a streamedet, mert... Jó. Ö, mi a helyzet, Dév? Ha, az van, hogy itt jött az info kommentben, miközben Minecraft osztom, hogy rólam beszéltek a... Ja, hallottam. És gondoltam akkor, hogyha már egy összejött a dolog, mert streamelek, én streamelek, te... Ja, igen, 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 csak azt nem akartam, hogy, hogy a, az én csatornámba belehallatszódjon az egész, mert oda, oda nem való. Na mi az egy ilyen, a, a tehát, ott, tehát az... Minecraftra szívesen. Nem, tehát hogy, e, hogy, e, hogy, 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 érzed? Tehát, hogy e e, a csatornád az egy ilyen exkluzívabb hely annál, hogy hol mi viták legyenek azzal, akiről beszélsz? a holmi viták legyenek veled, de... ja, hogy ve, ja, hogy, én nem, hogy én vagyok, Igen. én, tehát, hogy én, tehát a csatornáz ott van egy tízes szinten, én meg vagyok, itt vagyok az egyesen, tehát én velem nem, nem... Nem, nem, egyáltalán nem erről van szó, Marci, ne értsél félre. Hát nem de most van. külön azt mondtad, én... hogy velem, ott vita. Én. Tehát, hogy veled Igen. nem éreztem azt, hogy téged bármilyen formában szeretnélek belevinni Ebbe a közösségben. De, de akkor mi beszéltetek rólam? Ezt nem értem, hogy beszéltél azért rólam. beszéltünk rólad, mert szóba kerültek. Szóba került... Fú, meg, ez egy jó kérdés, hogy hogyan kerültél egyáltalán szóba. Már hogyha nem akarsz velem hát, vitatkozni, akkor azt gondolom, hogy Viktoros szóba sem kéne hozni. Keresztül. Nem is az, hogy nem akarok veled vitatkozni, én nagyon szívesen beszélek veled, nem a saját platformjaimon. De Itt beszélsz rólam a saját platformjaidon, viszont de akkor azok a nézők nem fognak értesülni arról, hogy vitáztunk, akik csak téged néznek. A, de nem vitáztunk, hanem csak meg említésre kerültél. De, de most úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, de pozitív értemben aztom a vitaszót. Ja, értem értem, értem, értem. Tehát erről nem fognak tudni. Csak arról, hogy ti beszéltetek valamiről, aminek... Úgy, ahogyan ti is hamis tényként mondtátok, amit én állítottam, esetleg én is mondhatom azt, hogy azok voltak, amiket mondjuk ti rólam állítottatok, de ez nem fog soha eljutni hozzájuk. De azt é. gondolom, hogy azért az úgy lenne korrekt, hogyha ők is tudnák, hogy mi az én álláspontom. Abszolút, de azt uh, nem tudom, hogy, tehát, hogyha itt arról lett volna szó, hogy, uh, hogy valamelyik, valamelyik néződ, vagy esetleg te odajössz is azt mondta, hogy Haló, haló, faszfejű! Hogy beszélsz, mit gondolsz, elmondom, hogy mi van, akkor ez teljesen rendben lett volna. Ez azt kellett volna mondani, hogy a, a nézőit, tőlem azt nem mondhatod volna azt is, de az, hogy odajönnek. Hát nem én mondanám. És... O... Hadd mondjam végig. Bocsánat. Oda jönnek az emberek, semmi probléma. Oda jönnek az emberek, és a defrettől a személyeskedésen át, ennyit hallok igazából meg aztán a most elpusztítjuk a csatornát. Ez megmondom őszintén, hogy számomra nem azt mondja, hogy na hívjuk meg ezt a srácot, hát ha jönnek a nézői is, mert uh, mm. ezek építeni fogják ezt a közösséget. Hát csak tudod De az, hogy én ide jövök és Mi nagyon szívesen anya? beszélgetek veled, nagyon szívesen én elmondom. Nem hogy én hallgattad a tiltottad farlo nem. Az nem azt jelenti, hogy a saját, mert hogy igen, és ez egy félreértés valószínűleg kettőnk között, hogy ameddig te közönséget építesz, addig én egy közösséget, egymást segítő közösséget igyekszem építeni. Csak az, tudod, azt nem értem, értem hát. hogy nem én... Nem tehát... azt mondom, hogy az egyik jobb, vagy a másik... Persze, borsz, csak hogy én nem a, a kommentelők... Én nem a kommentelők vagyok. Tehát amikor engem elhívsz vitázni, vagy mi megbeszélünk egy dolgot, akkor nem a nem a kommentben lévő, és ugye gondolom neked is van annyi tapasztalatod itt az interneten, hogy kiszűrhetetlenek az anonim kommentekben a, a trollok. Abszolút, abszolút, csak uh, értett, hogy nem Tehát értett, velem beszéltél volna, nem a nem, 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 nem a, nem, a, halálos fenyegetést író egyből perma-ban jutalmazott uh, trollal. Csak nem tudom, hogy nekem ahhoz mi közön van, ahhoz az emberhez, érted? Szóval azon kívül, hogy uh, nézik nekem, nekem 1600-an nézték éjjel kettőkor a streamemet tegnap. Most én szűrjem ki egyesével, hogy ki kicsoda? Igen, nem, nem tudod kiszűrni, de te tartalomgyártóként ugyanúgy felelősséggel tartozol azokért az emberekért, akikhez beszélsz. Hát figyelj, elküldték nekem, hogy ti beszéltek rólam. Én rákattintottam, és elkezdtem rá reagálni. Innentől kezdve, az, hogy engem most néznek ezren, és uh, nálam nincsen cenzúrázva semmilyen módon a chat, innentől kezdve, gondolom, ez az a mentalitás, amit te is érezhettél, hogy ugyanúgy elküldhetnek engem is a kurva anyámba, ugyan el is szoktak nagyon sokszor itt a saját setemen is és nincsen kicenzúrázó meg letiltva az illető a legtöbb esetben, csak hogyha már nem lépj át mondjuk a halálos fenyegetés határát. Na most ezen kívül ez viszont nem én nem tudom, életi, hogy ez... Én ezen kívül nem tudom, hogy mit tudnék kezdeni Tehát a kommentekre hivatkozva, nem beszélni velem a saját csatornádon, mert most akkor így kialakul egy kép az emberek fejében, hogy lát egy szélsőséget, mert valljuk be őszintén, akármennyire is néztem én a csetet nálatok, mert néztem azt is közben, láttam én is egy-kettő durvábbat, de nem ezek voltak többségben, nem ezek voltak többségben. Most ez, most ez a kép lesz kialakítva, mert ezeket erősítettet föl. Főleg annak az összetartó közösségnek. És ha nektek ez olyan fontos, hogy legyen egy közösségetek, és ráadásul kimondott, hogy neked azért nem pálya egy, egy majdnem tínédzser sráccal vitatkozni, akkor nem tudom, milyen kép lesz az emberek fejében. És innentől kezdve meg már nem értem a problémát. A majdnem tínédzser srácra enged meg, hogy reflektáljak. Én azt gondolom, és ne értsd félre, mert a korodból ez képest egy kifejezetten összeszedetten kommunikáló, intelligens fiúnak tűnsz, a kontented viszont ezt nagyon gyakran egyáltalán nem. Jaj, adok, uh, adok egy a... rangot neked is, menjünk át egy privát szobába, légy Jó. Pillanat, Hogy... adtam egy boostolt Amondók rangot, és most látod a privát uh, gaming szobákat? A Megvannak? A... Megvannak? Aha, lépj át valahova, aztán. Jó, legyen. akkor átlépek. Na. Na, itt vagyok, szuper, akkor itt már csak ketten leszünk. Ah! Nem ismerem Na, ismerem szóval, a fogalmát. Elmondom, nekakom, hogy uh, miből áll a, 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 a mi, mi kapcsolatunk, csak, a hogy, csak, hogy, csak a értsen. A kapcsolatunk? Jó, oké. A, a mi kapcsolatunk meglehetősen felszínes, Marci, nem fogok hazudni. A, abból áll, hogy én nem értesültem rólad nagyon-nagyon hosszú ideig. És az első alkalom, amikor én értesültem rólad, akkor az az volt, amikor beleálltál Intelligens fiú vagy de. Imiben olyan dolgokkal kapcsolatban, amik egyáltalán nem voltak tényszerűek. Tehát, tehát hogy az a, az a, az a vita, vagyis hogy az a hogy is mondjam, az a vélemény, amit ott, uh -huh. amit el, az nem volt, nem volt. Láttad, bocs, hogy ezt így megkérdezem. Nyilván ez... van egy elég erős személyes töltetés. I, igen, tehát, azt... ezt sosem fogom tagadni, azt hogy érzem... Ez van egy elég erős személyes töltetés. E, egyetlen dolgot szeretnék kérdezni. Ö, igen. Miután erről értesültél, mert ugyan te is mondtad, de ne, nem, nem, nagyon ismered akkor ezek szerint igen, a munkásságomat. Végig kattintottam utána a, 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 a dolgaidat. Végigattint... de a, kat... a végig kattintás az mennyire átfogó? A, nem, tehát egy nem, videó nem, nem végignézve nem volt, nem lett egyáltalán? Nem, nem volt ez annyira átfogó, hogy én a teljes tartalmadról tudjak képet alkotni. Azt éreztem, hogy, hogy ez az a megnyilvánulásod, és igen ez az én hibám, hogy én ügyesen skatujázok, mert hosszú hosszú éveken keresztül volt ez a munkám. Mm. De úgy érzem, hogy, hogy amikor amikor valakivel ez az első ez az első impulzus, ami ér. Onnantól kezdve, hogy is mondjam, le, le, nem túlzás leszűrni olyan konzekvenciákat, amiket hmm. uh, amiket megtettem, de nyitott vagyok rá, hogy győzzél meg. Marti, hát most győzzél ugye, meg. Nem, mert nekem most... nem áll szándékomba téged meggyőzni, mindenki azt gondol, amit szeretne. Megvan a saját véleményed. Én ezért nem fog neked egy e-mailt írni, hogy ügyvéddel találkozzunk, kávézni, ahogyan ezt kisimítette oh, velünk. Uh, ettől, függe, ettől függetlenül viszont. Uh, én azt gondolom, hogy 8 év munkásságát egy darab ez előadáson, egy darab, egy élő előadáson bemutatott egyetlen diában elhangzott valamivel kapcsolatban azonosítani, amivel te nem értesz egyet. Tehát hogy mivel kapcsolatban győzzek meg, amikor nem, hang nem hangzott el, hogy miben tévedtem? Mi az a, a hamis tén tény, amit én állítottam? A hamis tény, amit állítottál, hogy ők hogyan hogyan működnek és hogyan szerzik a bevételüket. Hát, hogyan? Hát én ezt megkérdezem akkor tőled. Hát, hogyan működnek? Mi ja, világosíts föl létszés, mert akkor ezek szerint ne ebben, a, ebben nagyon rossz a, rossz a tudásom. Jaj, kutyaszorítóban vagyok, mert nyilvánvalóan én erről nem beszélhetek az ő üzleti dolgaikról. de de, de Mindjárt, akkor mondj, mit tudom, a sajátod? Az nagyon más, működik, mint az övék? Mert akkor, hogyha mondjuk azon keresztül mutatod be... Na, nem, a... nem nagyon más, hogy tehát, hogy nálam is, nálam is, vannak szponzorok, és nyilván a, a, a Geeks az egy alapvetően ilyen alulról építkező dolog volt mindig is, ami elég, hát nagy százalékban támaszkodott mindig arra, hogy hogy a közösség akarja, hogy ez történjen, és közösségi Aha. támogatásokból az fejlődött tök jó. odáig. Ez a közösségi támogatások szerintem az egyik legjobb dolog szerintem. Én nagyon szeretem, hogy ez a működik, ez a rendszer, mind a Patreon. A Tiszta és átlátható. Igen, igen, ezt szeretem én is benne. De most akkor pontosan melyik volt az az állításom azon az egyetlen egy diaképen, ami hamis tény volt? Jaj, de nagyon messze volt az a videó. Most vissza kell néznem majd? Hát nem tudom, hogy vissza kell néznem, vagy akkor elmondjam most, amit mondtam? Aha, Jó. aha légy cím. Hát én azt mondtam, hogy ez egy simulékony közeg. Na most a kisiminek csak egy statisztikája volt bevágva, gondolom ezért vette magára. Ez a statisztika a Social Blade-ről lett levágva. Tudjuk, Aha. hogy az, tudjuk hogy az mennyire akkurátus. Lehet ezen, lehet ezen beszélgetni. Sort of. Igen. Tehát, hogy az mennyire, mennyire, vajon mennyire tényszerű, de nem, tehát, hogy nem a pénzügyeket firtattam, hanem a nézettségi adatokat, de meg a feliratkozó számot. Abban viszont szerintem eléggé legitim adatokat közöl. A Social Blade is. Öm, Na most is akkor, ami elhangzott ott, hogy megvehető a vélemény. Na most ezen, 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 ezen lett a fölháborodás, nem a többin, ezen az egy mondaton. A, igen, és uh, erre reflektálva, uh, főleg Viktor, Viktor oldaláról uh, éreztem ezt nagyon visszásnak, mert uh, a, tehát, hogy Viktor a sok mindent el lehet mondani, nem a, nem a legegyszerűbb ember a Földön, ezt uh, én vagyok az első, aki bevallja, de Szeretem amennyire szeretni lehet hú egy és ez, embert. Ez itt történik. Uh, viszont. Uh, viszont Viktornak adamantiumból van a gerince, és uh, pont odaütöttél ezzel a kijelentéseddel, ami. V, a, 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 ahol nincs, nincs támadási felület, Most, tehát hogy sokféle lehet szó? támadni. Bocsi, de nem a kisimiről beszéltünk. Élek. Eddig. Ne arra ragni. Hát a kisimiről és a Sirius. És már a én nőtt, az a baj, hogy én a sirius ebből a sztoriból most hirtelen kifelejtettem. Most ő, ő is ezen megsértődött? Így. Aha. A, tehát, hogy, tehát, hogy, ez egy ilyen, ez egy ilyen közös, közös, meg nem alapozott uh, Azt hittem a kis... Ja, ja én azt hittem most a kis imi. Jó. Oh, nem, ez, okay. ez, ez, igazából mind a kettőjükre, mind a kettőjükre abszolút, uh, abszolút jellemző, hogy uh, nyilván nyilván mindenkinek saját személyes beletes, hogy milyen díleket vállal el, és milyen díleket nem vállal el. És uh, Viktor szempontjából a, az, hogy megvehető a vélemény, vagy, uh, vagy Imi szempontjából, hogy megvehető a vélemény, ez, ez semmilyen formában nem állja meg a helyét. Hát szerintem megállja egy bizonyos formában, ki is fejteném, abban a formájában, De... hogy uh, miről mond véleményt az ember. Na Aha. most, és ez az, amit, ez az, amit befolyásol a szponzoráció. Én nem azt mondtam, hogy amit mond, ez nem az ő véleménye, de én... akkor ebből a szempontból mondjuk az én véleményem is megvehető? Hogyne, persze, úgy, ne hogy... viccelj. Ilyen szempontból teljes mértékben. Hogyha arról mondasz véleményt, amért fizetnek, legyen bármi is a véleményed, lehet őszinte a vélemény. Én nem, én nem állítom, hogy nem őszinte a vélemény. Én azt mondom, hogy, kicsi, hogy a szponzoráció alapján, nem... alapján dől el, hogy ki lesz a mondva a vélemény. A szponzoráció alapján... De akkor nem a vélemény megvehető, hanem a platform megvehető, Marci. A véleményre? A... a platform, de akkor a vélemény is megvehető. Tehát, hogyha mondjuk nekem az ASUS fizet azért, hogy mutassak be egy laptopot, és mondjak arról Igen. véleményt, akkor megveszik az én véleményemet oh, is ezzel együtt. Bérdé. Igen, de akkor nem a véleményedet veszik meg, hanem a platformodat, mert a véleményed az egy állandó pénztől teljesen független dolog. Tehát. Ettől nem, független, amit most mondtam. Nem mondta. azért fizet neked valaki. A megvehető vélemény az azt jelenti, hogy valaki fizet neked azért, hogy ez legyen a véleményed erről az adott termékről. Onnantól elveszti a szubjektivitást. De de, de miért csak ezt jelentheti? De azt nem jelentheti, amit én mondtam? A, alapvetően Alapvetően nem. A, és ez pusztán szemantikai kérdés, Marci, mert, mert amikor valakinek azt mondod, hogy megvehető a véleménye, azzal igazából azt mondod, hogy gerinctelenül reklámoz bármit, amiért fizetnek. Ez az, hogy Raycon fülessel hallgasd, ahogy a Ray Shadow Legends-ezik mindenki. Most megnézem, hogy mi volt magán a diám, mert nagy valószínűséggel a, a dia többi része hozta a teljes képet hogy ne, ne tűnjön annak az egész, a amit... cseted nem szeret nagyon. Szerintem ne foglalkozz velük. Ezek már velem is hülyék voltak, mert toxikusak itt a Minecraft miatt, mert nem tudom kiátszani hardcore-ban már 80 órája. Nem. A dolgot, úgyhogy anyag... Nem Szerintem... én vagyok a legszimpatikusabb ember nekik. Hát, most erre mit mondjak? Tehát... Neked sem, tudom. Ne, nekem amúgy nincs, de alapból különös én a... alapvetően egy nagyon szerethető ember vagyok, Marci, tényleg. Én ne, való. hiszem, tehát, ez az, ez, csak ezt nem kell tudnom, tehát, hogy én nekem tök, ja, mi... nekem tök, mindegy, hogy a kisi mi milyen vagy, te milyen vagy ilyen szempontból. Nekem, ne, nem, nem én beszélnénk, nem beszélnénk, nem beszélnénk erről az egészről, hogyha Hogyha, tehát hogy én érzem, én érzem az oldalatokról, nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ti ezzel különösebben foglalkoztok, amikor ez történt, akkor azt éreztem, hogy ez eléggé megviseltem mondjuk a kisimét, de javíts ki, hogyha is. rosszul Magyar. érzem. Meg, 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 uh, mi az a helyzet, hogy sokkal érzékenyebbek uh, vagyunk a, a, az ilyen dolgokra. És de akkor azt, az, tehát mert... hogy jobb saját magában fortyogni, mint uh, nézők előtt nyilvánosságban egyszer, megvitatni, aztán túllépni rajta. Ezt nem értem. Tehát, hogy azzal, hogyha ignorálva van ez, amit most mi csinálunk, azzal csak azt érjük el, hogy húzódik, húzódik, és sosincs lezárva. Most például a Radics, a Radics Petivel volt egy vitánk, azóta, azóta le van zárva a dolog. Nem beszélünk róla. Lezártuk a, a vele egy egy éve húzódó vitán volt, fókuszcsoport Ádámnál, aki, aki, akiről pont beszéltetek a podcastben. Az pont... a videó, amit most rakott ki. Nemrég. Arról beszéltetek, vagy ezt most mire mondtad? Hogy... Nem, 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 arról, arról, arról nem beszéltünk. Azt nem nem néztem meg. Hát én ugye, föl... én csak annyit mondtam, Jó, hogy vele nem is nem volt nem... például egy vitám nyilvánosan, és bele? azóta rendezve van a. Jöjj, a... a Radics Petivel meg a Fókuszcsoport Ádámmal, kettőjükkel volt egy vita. Fesz, fönt van a Fókuszcsoport csatornán. Aha. Figy, én uh, nagy advokátja vagyok a vitakultúra fejlesztésének, úgyhogy velem tényleg lehet. Beszélni. Ez tök jó, ennek tökre örülök. Nagyjából, nagyjából bármiről, bármiről, és az, hogy én nem akartam élőben a saját csatornámon belemenni ebbe az egészbe, az tényleg a közösség védelméről szólt, én erről nagyon objektíven be fogok számolni az emberek. Ezt tisztelbe én tartom. Érde. Hogyha nem akarod a saját platformodon, akkor erre nincsen szükség. Szerencsére itt nálam minden megfér ilyen szempontból. Ja, nálam, nálam nem. Nem, nem. Nálatok a... nem? Szabályok vannak? Nincs, nem, nem, szabályok vannak igazából, hanem, és tényleg ez az, ami, ez az, ami, ez az, ami nálam talán egy kicsit, kicsit máshogy zajlik, hogy nekem, nekem sosem, sosem a... a nyilván az én csatornám nem sikeres, tehát hogy a, a, a nem egy sikeres platform. De miért? Viszont... Gondolom annak, aki nézi, annak, tehát, hogy, tehát abban szereti, a témakörben rád... gondolom ez az egyik legnagyobb csatorna, amiben ti vagytok. Nem? Abban, abban, abban igen, abban a témakörben. Abszolút, de elsősorban ez egy nincs dolog, másodszorban pedig uh, azért én, én, én nem vagyok egy ilyen univerzálisan szerethető ember. Úgyhogy ez, ez már így önmagában megosztja, hogy így érdekele a társasjáték, és a binket, Na, mondjuk, mégis Mégiscsak van valami közös bennünk ezek szerint, mert szerint, szerintem akkor a megoszt, megosztóság az ugyanúgy igaz rám is, hogyha így nézzük. Ez hát szerintem az, az, mindenkire, akinek személyisége van. Igen, az, igen. Vagy tetszik, vagy nem tetszik. Szóval, szóval nem egy, nem, egy, nagyon számokban nem egy nagyon sikeres projekt, viszont az amit, az, ami, az, amit én úgy érzem, hogy talán a legnagyobb erénye, meg legnagyobb győzelme ennek az egésznek, az a közösség, ami összegyűlt. És, és ez a közösség, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen undorítóan egymást támogató snowflake közösség. Uh -huh. És uh, emiatt uh, én meglehetősen féltékenyen őrzöm ennek a... Nem, nem, is tudom, egységét, vagy... Jó, persze, hát... Uh, lehet, hogy kicsit a semmi, tedd, hogy ez, nem... ez így, féltet, hogy így, hogy így bekerül egy komokszom a gépezetbe, akkor ezt tisztelt tartom. És nem, 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 akarnám felkavarni ott a, a rendszert, ami működik. És nem is te, Marci. És uh, most nem... A kívülről nem jövő nem... emberek kavarják be? nem is, a, nem is a, a, az egyszerre nagyon sok kívülről jövő ember, és ez legyen akármilyen ember, akik, uh, akik így nem feltétlenül tudnak ehhez becsatlakozni azonnal, és most nyilván valóan nem a, azok a nézői jöttek át De akkor ez... Uh, kommentelni a streamre, mm. akik... Uh, még mert ez egyik, egyik törzsnéző egy még is donételt is képzelt. Még donételt. azt uh, nem, nem, nem értem, hogy, hogyha ilyen formában nem terjedhet, terjedhet a Fun with Geeks híre például. Mert akkor, akkor ez egy súlytalan podcast, amit csináltok. Ezt kimondom neked, Kerek Perec. Hogyha... Ez nem egy podcast. Tessék? A ez nem egy podcast az a helyzet, ez egy, ez egy reggeli, reggeli beszélgetés, minden reggel. A, a podcastnak mi a pontos definíció, mert akkor én rosszul tudtam eddig. Ja, ne, ö, tehát ez egy reggeli beszélgetés, amiben általában egyedül vagyok, pár naponta pedig vannak vannak a, akkor, ez, akkor ez nem megy a podcast kategóriájába bele. A, nem töltöm fel sehova, tehát hogy ez nem is, ö, bocsánat, visszatöltöm YouTube-ra, de a. hogy nem, nem, szerintem a, po, a podcastnek kell, hogy legyen egy alap témája, ja, és ja. Kell, hmm. kell, hogy legyen egy, egy, egy valamilyen struktúrája, ennek meg aztán gecire nincsen semmi, ami eszünkbe jut, beszélgetünk, aktuális, aktualitások. Na, hát akkor tudják... viszont ebben a fajta ö, műsor struktúrában, hogy nincsen nagyon tematika, ebben igazán benne van ez a lehetőség, hogy az adott téma, amiről beszéltek, és az annak, annak a témának a képviselője, az éppen oda téved is ránéz, és akkor ebben az esetben meg nyilván jönnek majd mások is azzal az emberrel együtt, csak hogyha ilyen formában nem terjedhet a fanweet híre, hogy mondjuk egy ilyen, ilyen, ilyen dolognál jönnek többen, akkor ez, hogy ismerik meg az emberek? Szájról, szájra te, szájról, szájra megy, így, hogy van a fanweet geeks, vagy egy adott privát Facebook aki... közösségen belül? Vagy hogy? A, az, aki oda talál, és, és otthon érzi magát, az, az, egy olyan közösségre talál, ahol, De csak így ahol, random? Ahol fogja tudni érezni így, magát. Így a Twitch az azért máshogy működik ebből a, ebből a, szempontból. Tehát, hogy a Twitch és a YouTube tartalom, meg a, főleg az én Twitch és YouTube csatornám, az két nagyon-nagyon nagyon különböző dolog. Szerintem meglepődni egyébként, hogy mennyien vannak ezen a chatten is, akik ismerik a Fanvid geeks et Írjon már egy egyes, légy szíves, aki, aki nézett Fanvid Geeks videókat régebben, mert szerintem sokkal több ember van, aki nem kommentel nálatok is, és kívülről nézi a tartalmaitokat, mint ezt te gondolnád. Biztos, hogy vannak egy, vannak egy páram, mert most már ez a csatorna négy éve létezik, úgyhogy egész biztos, hogy vannak, akik már hallottak róla, meg vannak, akik fogyasztották ezt a tartalmat, de hát ugyanaz, hogy, hogy hogy ez egy, egy nis dolog uh, már maga, maga a társasjáték is, és azon belül, meg az meg még nisebb, aki meg nézni akar valakit, aki társasjátékozik, de mondjuk az egész csatorna meglehetősen furcsán alakult abból a szempontból, hogy nyilván nálamnál sokkal nagyobb és prominensebb videósokkal játszom együtt. Aha, aha. és uh, Tehát, hogy így a, a, az ő hátukon nőtt ez igazából uh, valameddig. Hm. Na, mondjuk a, eddig. Nekem még egy olyan kérdésem lenne ez az egész a kapcsolatban, hogy azért viselte ez mondjuk meg ennyire mondjuk a Sirius vagy a, vagy a Kisimit, ez az előadáson. Mert ez, még egyszer mondom, ez, ez, ez egy, egy darab dia volt, ami amúgy el lett volna engedve, tehát Nekem Há, mindig, nekem, nekem egy ez egy a kicsit, darab kicsit, a kicsit... mondat, Marci is el lett volna engedve a streamben, aztán látod, hogy nem. Hogy micsoda lett volna elengedve? Tehát, hogy a mostani streamben, amiből kinőtt mondjuk ez a beszélgetés... Hát az ez egyfajta reflektálása a... annak, tehát ez már szerintem... Így van, hossz... hát, hogy az is egy, egy reflekció volt, az is egy... Az is egy, egy Igen, egy, csak nem tudom, hogy... Tehát, hogy van. ez igaz, viszont ezeknek a három négyét én például személy szerint ignorálni szoktam, főleg hogyha, főleg, hogyha nem jogos. Az, hogy annyira egetrengető nagy hazugságot mondtam, hogy ezen akadtatok ki ennyire? Igen. Hogy ilyen, ilyen hazugság, ez fölháborító, és még ráadásul még emberek is hallották élőben. Én, a, én azt mondom, hogy, 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 ez lényegesen egyszerűbben megoldható lett volna, hogyha, hogyha, lett volna mögötte egy kis fact check. Hát de neked most volt a beszélgetésben, amit csináltál reggel? Ja, nem azt mondom, hogy nem vagyok, nem vagyok hibás. Én a saját tapasztalataimra építkezve Mert hogy azt, amik, amit Amikor becsatlakoztam, éppen azon az azt hogy én, én vagyok-e a Marci, akiről éppen beszél. Szóval, hogy most akkor, tehát, hogy én, is, én is megtetném azt, hogy akkor most éveken keresztül passzív, agresszívan dúlok, fúlok, meg e-mailezgetek nektek, de nem gondolom, hogy ez az... Nem. Lehet, hogy nekem erre nincs idő. Én, hát én nagyon szívesen beszélek Neked meg, nincs, a, de nem akar. te csináltad ezt, csak hogyha már beleszálltál ebbe a vitába, akkor gondoltam, hogy abba, tehát hogy azért ahhoz a közösséghez, lehetleg téged is, nem? A melyik közösséghez? Hát a kisimi Sirius, azért ja, abszolút, te közelebb abszolút, állsz hozzájuk. Van, egy, egy egy csónakban, egy csónakban evezünk az online tartalomgyártás. Na, a de, a, jó, jó, oké, okay. akkor annak örülök, hogy ezt nem tévesen vontam le, mint következtetés. Nem, nem, egyáltalán nem. Baráti, baráti a kapcsolat, tehát, hogy mi nem gyártóként, vagyunk barátok, nem személyesen. Most ja, nem, fog, nem fognak nagyon megsértődni rajta, hogy beszélgettél velem. Nem hiszem. miért? Miért tennék? Nem tudom, csak... Hát már ugye erre, például a kis mi nem volt hajlandó, hogy beszéljünk. Marci, nekem egy kérdésem lenne. Igen. A... Belátod azt, hogy azzal a diával és azzal, amit ez az egész szült, az, az egy tévedés volt. Most, tehát most, amikor elmagyaráztam neked, hogy ez a dia kontextusában plusz felvázolva mit jelentett, így sem érzed, hogy van valóság alapja? A... Azt érzem, hogy, hogy a... a megvehető vélemény Jelentésében van van különbség. De ez, mert... de, de ez, ez rosszat tesz a piárotoknak, hogy ezt ki lehet mondva, vagy, vagy én nem értem annyira. nem, nem is a, a, az igazságérzet. Szerintem, a, szerintem az igazságérzet az, ami ami nagyok úgy általánosságban, és ezt úgy mind a hármunkra, mind a hármunkra. Akkor én úgy értem. mondom, hogy én egy, egy réteggel, ez beljebb gondoltam, mert százmilliószor elmondtam már azokról a véleményemet, akik eladják magukat a cégeknek, meg a szponzoroknak. Ez az előadás pont arról szólt, hogy a YouTube-ot körbejárjuk, körbe a YouTube-os témákat. Beszéltem ott a Trashről. Hárman, vagy azt hiszem három különböző előadó volt velem együtt, meg egy moderátor annak a beszélgetésnek. Az volt a címe, hogy bemutatjuk a magyar YouTube. Azt gondolom, hogy egy dia erejéig ez is benne volt, bőven a magyar YouTube-ban. Um, az, hogy most a trash videósok, meg a mainstream videósok nem akadtak ki azon, hogy megvető a véleményük, meg nem háborodtak föl, és nem akartak e-mailben ügyvéddel fenyegetni, az egy más kérdés. Az, hogy pont egy pont nálatok van ez, ez igen, ahogy mondod, ez magyarázható azzal is, hogy hatalmas az igazságérzet, és egy olyan Hatta. dolog lett kimondva, ami, ami egyszerűen, egyszerűen bántja az egót, meg, meg nem csak az egót, hanem úgy ténylegesen úgy érzitek, hogy, hogy ez nem volt korrekt, viszont az én értelmezésemben, meg olyan használtam, abban viszont én kérdezem tőled, hogy nem akarod beismerni, hogy úgy van valóság alapján? Ma ugye én mondom, már beszéltem ott a trashről, meg a mainstreamről, akiknek ténylegesen megvehető a véleménye. Ilyen, mit tudom én, Farkas, Timi, ez a tipikus mainstream trash. Ez egy másik, titeket egy külön csoportba kategorizáltalak már. Szerintem Akkor ez két, két, nagyon különböző dolog, Marci. Tehát, hogy a, a ez ezért, ezért, vettem külön. A való együttműködés. A, igazából az, ami az embereknek megragadt ebből az egészből, Marci, az az, hogy, hogy, hogy Siriusnak és Iminek megvehető a véleménye. Ami nem igaz. Ami egyáltalán nem igaz, és, és, ez volt az, ami kiváltotta igazából ezt az egészet. Mondjuk én az microsoft Microsoftnak vagyok a, a képviselője. És mondjuk megkeresem a Sirius-t, hogy mutassa be a legújabb Xbox Series X-et, amiről amúgy nem készült volna videó, de így elmondja róla a véleményt. Na most uh, az influencer szón egy kicsit Mi most... Van, uh rugóznék, hogyha így Ez fogalmazok. Miért fizet valójában? Miért fizet? A platformért is platformért. fizet? Hát már, igen, azt, mond, azt mondjuk, hogy a platformért, de az nem elég. Mert akkor a Family Guy vicces jelenetek 200 ezer feliratkozóval is bőven jó lenne az Xboxnak, meg a Microsoftnak. Nem, nem, a hiteles elég. véleményért fizet. A hiteles véleményért fizet. A hiteles hát, véleményt... Hogy ki legyen mondva, a, 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 mert nektek, ahogy mondtad is, a közösségetek, az, hogy is fogalmazom, kifejezetten ad a szavatokra. És pont ezt fizetik meg a cégek, én ezt gondolom. Pont ezt, mert sokkal többet ér nekik 5000 olyan ember, akik, akik hallgatnak arra, akit néznek, mint 200 ezer olyan ember, akiket nem is érdekli, hogy hol vannak. Ezt tökéletesen, tökéletesen látod. Abból. És valószínűleg, hogy nem tudom, hogy hány partneri együttműködésed volt, vagy hogy mennyire, mennyire vagy benne ebben a világban. Én voltam mindkét oldalon. Hmm. És tehát, amikor te megkeresel egy, egy videóst, egy tartalomgyártót, egy streamert, egy, egy influencert, vagy akárkit, azzal, hogy a te saját termékedet promózza, akkor nagy valószínűséggel, hogyha te azt akarod, hogy valamilyen organikus tartalom szülessen ebből az egészből, akkor te research fogod azt a videóst, vagy research fogod azt a platformot, és Igen. nem tudod megmondani neki azt, hogy az a videó az miről szóljon egészen pontosan. Azt tudod esetleg megmondani, hogy te egy fact szerűen szeretnéd, hogyha valaki végigmenne ezen az egészen. Az egy promóció. Viszont Viszont az is, akkor, és pont Viktornál és Iminél, ők is csak akkor fogják ezt elvállalni, hogyha valójában tetszik nekik, és valójában hisznek benne. És ezért nem állja meg a helyét az, hogy hogy megvehető De... az ő véleményük. Csak azt Mert nem... Ezzel az erővel, bocsánat, hogy bocsánat, még egy, még egy ilyen személyes dolgot hadd hat tegyek hozzá. A... Én nagyon sok társasjátékot mutattam be a, az évek során. 100 plusz videó került ki a csatornára, ennek egy része szponzorált. Ennek egy részét fizetett nekem az adott bolt, Igen? vagy fizetett uh -huh. nekem az adott kiadó, hogy hogy én bemutassak valamilyen játékot. Uh -huh. És az együttműködésém nagy része azok úgy néztek ki, hogy egy bolttal működtem együtt, és én válogattam ki azokat a játékokat, amiket bemutatok. De ez tök jó, ez, persze. Ez, ez neki, ennek, hogyha van egy együttműködés, akkor ez egy tök jó dolog, hogy így működhet. Csak nem tartom életszerűnek, amit most itt felvázoltál, tehát hogy megkeres engem a Microsoft, ha maradok ennél a példánál, mert ez most aktuális. Hogy próbáljam ki az Xbox Series X-et, Na most én azt honnan tudom előre, hogy hogy az nekem jó lesz-e, vagy nem? Én megkapom a mintat, tehát hogy, tehát, hogy nekem odaadják pacsira majd az De. Xboxot, hogy próbált ki, és hogyha tetszik, akkor csinálj róla videót? Vagy ez hogyan történik a valóságban? Vagy megveszem csak azért, hogy utána tudjam, hogy elvállalom-e a szponzorációt? Ezek elég nagyértékű gépek. Ezek nagy értékű gépek, és ez nem feltétlenül így működik. A te, mint tartalomgyártó, valószínűleg tudod azt, hogy mi az, ami téged igazából érdekelni fog. Tudod, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozom, vagy mi az, amire kíváncsi vagy, és hogy melyik részére vagy kíváncsi. És hogy melyik az a... <coughs> melyik az, az aspektus, amiből szívesen gyártanál bármiféle tartalmat. Hát de mondjuk ez egy, ez tech cuccnál, mondjuk gaming tartalmak esetében azért nehéz mellé lőni. Tehát azért a... nagyon-nagyon nagyon mellé lehet lőni? Hát mert, pont, pont a, a, Microsoft, tehát hogy pont a Series X és a PlayStation 5 kapcsán szerintem egészen, egészen mellé lehet lőni, mert hogyha ha te kapsz egy Series X-et, és abból csinálsz, abból csinálsz valamilyen tartalmat, de mit tudom én, van mellé egy erős gamer géped, úgyhogy igazából a Series X az nem fog neked hosszú távon nagyon-nagyon sokat jelenteni, mert hogy PC-n fogod ezeket a címeket játszani, de a PlayStation 5 exkluzívjaival viszont kurvára szeretné játszani, akkor az már úgy egy icipicit visszás. Uh -huh. Hát euh, én azt gondolom, főleg tech tartalmaknál, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, Pont nemrég csináltam egy ilyen játékot, majd be is akarok baszni, miközben ezt játszom, megmondom őszintén, mert szerintem nagyon be fogok kurni közben. Euh, az, a, az a játék, hogy találok-e olyan tech videót, amiben amiben ott van a szponzorált tartalom a bal alsó és mondanak róla rossz dolgot. Mert hogy nekem nagyon sok ismerősöm van, aki a marketing szakmában dolgozik. Én azt nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy te is abban mozogsz. Egy pár évet, igen. És Már nem. én pontosan jól tudom, főleg azért, mert nagyon sok erről hallottam, hogyha a cégnek nem tetsző vélemény van kimondva, vagy túlságosan sok negatívum, akkor visszadobják a gecibe a szponzorációt és nem kerül soha ki a nyilvánosságba. Ez nagyon-nagyon sokszor megtörtént. Van aki, ezt, van, aki ezt megcsinálja, abszolút. Viszont ámen, ámen hogy, a, hogy, a, hogy az adott tartalomgyártó az meg nem simul, hanem hogyha valami alapvető kifogása van, a, mit tudom én, a cdx el kapcsolatban, akkor az belekerül a tartalmába. Hát nem kerül, az a tartalom soha nem lesz kint, az a tartalom attól függetlenül kint lehet, hogy nem szponzoráltad. Tehát, hogyha kapok egy terméket, arról, hogy szponzoráció készüljön, ez benne van Igen. a szerződésben. Hogy kerülne az ki? Arra kaptam, hogy szponzorációs videó készüljön belőle. Te megcsináltad azt a videót. Igen. Nem tudom, én visszaadtad a a, a a konzolt. Attól függ, hogy mi van benne a szerződésben. Tehát, hogy te kirakhatod azt a videót, hogyha ki akarod rakni azt a videót, anélkül, hogy ez egy szponzorált tartalom lenne elmondhatod a videóban azt is, hogy ez egy szponzorált tartalom. De ez, ez életszerű, amit ő. most mondasz? Ez meg, szokott, ez meg, szokott, történni, vagy csak felvázunk egy vele olyan szituációt? Mi, Velem ilyen még nem történt, de hogyha a szerződés ezt nem tiltja, akkor miért ne rakhatnád ki? Jó, csak, jó oké, okay. én azt gondolom, hogy egy kicsit elrugaszkodtunk a beszélgetésben, most egy olyan szituációt vázunk föl, ami szerintem nem csak veled nem történt még meg, de hogy még összességében soha a magyar YouTube-on, de úgy általánosságban is szerintem nagyon ritka az ilyen eset, amit most felvázoltunk. A Magyarország egyébként is egy furcsa bogár ezekkel az együttműködésekkel kapcsolatban. Én tudom, hogy benne vagy ebben, ezért mondom, hogy lehet, hogy én annyira sosem voltam benne, mint te, viszont én úgy látom, hogy ez az egész úgy működik, hogy a, ezeknek a multicégeknek van, vannak magyarországi képviselőik, ezeknek a magyarországi képviselőknek kapcsolataik különböző videósokhoz, amik akár baráti kapcsolatok is lehetnek. Ezekből a baráti kapcsolatokból pedig jönnek a szponzorációk, és... A na, a igen? A baráti kapcsolatot annyiban, annyiban lehet, annyiban lehet finomítani egy kicsit, hogy a cégek azokkal szeretnek együtt dolgozni, vannak cégek, hogy azokkal szeretnek együtt dolgozni, akik a legnagyobb elérést fogják nekik biztosítani. VR. Ki tudjuk fizetni? Legyen az. De, 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 de ezt a... vannak olyan cégek, akiknek hmm. meg inkább az a fontos, hogy 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 az a tartalom, ami megjelenik, az egy olyan platformon jelenjen meg, ahol ami ami szám, számukra közelebb hozható a, a céghez. Igen, mondjuk tudják vállalni azt, hogy aha, ezzel ez az ember, ez képviselje a mi termékünket. Hát, És hát. amikor találnak egy ilyen megbízható tartalomgyártót, ahhoz általánosságban ragaszkodnak, mert nyilván, te meg sokkal otthonosabban mozogsz, mint a YouTube-on, mint én, nagyon jól tudod, hogy nem sok olyan tartalomgyártó van, akit ha a saját céged lenne, akkor szeretnéd, hogy az a videós, vagy az a tartalomgyártó legyen az arca annak a cégre. É, én, én megmondom őszintén, ezzel kapcsolatban másik gondolkozom. Én azt gondolom, hogy egy cégnek nem kell arc, hogy promózzanak termékeket. Én saját cégen, saját termékkel szétszórnám a termékeket mindenki között, aztán csináljon vele, aki, amit akar. Uh, ne, nekem ez, ez, amit föl... Ez, de mondjuk amikor egy, amikor mondjuk egy Xbox van X-ről van szó, vagy egy Series X-ről, vagy hogy a faszomba hívják, akkor, akkor ezt nem tudod megtenni. Na de mitől megbízhatóbb az adott illető a véleménye miatt? Mert már ismerik? Mitől megbízhatóbb? Vagy, 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 nem lehet tartani egy gyors, gyors piackutatást, hogy kik vannak még a... Én ismerek egy tech csatornát, az a neve, hogy Anonim INC, 100 feliratkozó plusz. Te kettő, Lacival szokott... tegnap it... futottam bele a videójába, amit iszonyatosan szétszedtek szerencsétlennél, és nem tudom miért. Szokták, a, szokták, szétszokták ötszenni többször is a <laughs> véleményei a... vége. Az meg hol van az interneten? Hát, ja, szóval... Ez Úgy mondom, hogy fogalmam nincsen, mert azt az egy videóját néztem meg, amit most szétszedtek. Na ezt akarom mondani, hogy százezer feliratkozó, Tech videók sokasága, 30-40 ezeres megtekintések, mégsem törték meg a piackutatás. Ugyanazokkal dolgoznak a cégek évek óta. Öm, pedig van nagyon-nagyon... Ez, ez összegben is azért más. Tehát, hogy a, van egy büdzséd, és én tudom, hogy mennyire vállalok el egy videót, és uh, tudom, hogy, uh, hogy vannak sokkal prominensebb csatornák, akik mennyire vállalnak el egy videót, és uh, a cégeknek is be kell lesz lőni. De most hogy mennyit tudnak szánni marketingre? De, de most, a, most a cégeknél, most itt uh, egy uh, teljes céget lefed, amit mondasz, vagy pedig a magyar kirendeltségben azokat az arcokat, akiket ismerünk? Mert hogy bizt nagy valószínűség az anyavállalatnak teljesen mindegy. Tehát, hogy. Um, az akkor én elmondom, alatt, hogy, a, elmondom, hogy a, az eddig a, a, a munk, töltött tévénben mit tapasztaltam. Egy kávét, jó? De hallak közben. Jó, szóval én azt tapasztaltam a munkerőpiacon, hogy van a külföldi anyavállalat, akinek fingja nincs arról, hogy mi történik Magyarországon pontosan, mert nem tudják, hogy pontos. Tehát, hogy honnan tudnák, hogy az... Honnan tudná Microsoft, vagy mondjuk az Asus, hogy nekik te kell lesz, vagy ti kelletek? Tehát amikor a cégről beszélünk, akkor szerintem fontos tisztázni, hogy nem, a való, nem, nem valójában mi nem a cégről beszélünk, hanem a magyar kirendeltségről, amit, amiben tartozik két-három ember. Hát igen, de ezeknek a... Ennek a két-három embernek kell M9. akkor megfelelni. Vannak, vannak disztribútorok és, és magyar leányvállalatok, akik ezt egy az egyben átvállalják a, az anyacégtől. Igen, tényleg, hogy tehát pingjuk nincs róla, hogy mi történik Magyarországon. Nincs róla, viszont uh, bizonyos cégeknél ez úgy működik, hogy, uh, hogy ilyen flexibilis büdzsével dolgoznak, tehát, hogy ők kitalálnak egy projektet, és azt mondják, hogy figyelj, ezt akarjuk megcsinálni, geci jó lesz, ezekkel a videósokkal akarunk együtt dolgozni, ezekkel a médiákkal akarunk együtt dolgozni, ennyi pénzre van szükségünk, ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. És akkor az anyavállalat pedig ö, 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 apró pénz. Mi az a Magyarország? Hol van? Jó, menjen! De ez tök jó, mert csomó pénzt ki és... lehet szedni a múltigból, nem? Hát ez kurva jó, persze. És van a másik fajta, aki pedig ö, tudja, hogy megnézte, hogy a magyarországi eladások azok egy statisztikai hibák igazából, és azt mondja, hogy... Hm, 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 akkor a magyar marketingre és a magyar PR-ra el fogunk költeni ennyi pénzt, ebből csináljatok valamit, amint kitaláltátok, oké, ezt le. Jó idő. Na, de ez, ez nem hátráltatja a szabad piacot, hogyha már ilyen előre elrendezett viszonyok vannak, és pontosan jól tudjuk, hogy így működik, hogy lényegében annyi pénzt csalunk ki a multicégektől, amennyit akarunk, mert nincs rálátásuk arról, hogy mi történik Magyarországon? A, ez és itt visszatérünk oda, hogy Magyarország egy furcsa bogár ebből a szempontból, mert egy 10 milliós ország vagyunk, és bármit is mondjon az esport faszon felmérése, nincsen félmillió esportoló, és tehát, hogy mi egy más, más felvevő piac vagyunk, egy iszonyatosan érzi, é, árérzékeny piac, amit nagyon sok minden más nem is érdekli őket igazából az itteni fogyasztókat, főleg az IT-ban való, nem is az IT-ban, hanem a gamingben való fogyasztókat, hogy azon kívül, hogy mennyiért tudnak megvenni egy-egy terméket. Mm -hmm. Hát, hát öm... Ez tényleg egy, tényleg egy furcsa bogára, nélkül, hogy bármiféle... Hát ilyen vadnyugati helyzet van egy picit, amit tök jó kihasználni. A... Tök jó... Tök jó ki lehet használni, ha ismered a megfelelő ez, le... embereket. Viszont pénzügyileg, viszont Igen. ez az, ami a leginkább, a leginkább akadályozza azt, hogy kialakuljon egy normális gamer kultúra, kialakuljon egy normális esport kultúra, és egyáltalán az embereknek is az agyáig az, hogy, hogy, hogy mi az, amit vásárolnak, és mit jelent az, hogyha ezt itt veszed meg, vagy ott veszed meg, és hogy ezek között effektív különbségek van? Hogy tudnak kialakulni? Kevés a tudatos vásárló. És hogy tudnak ja, kialakulni ez a kultúra szerint? Úgy, hogy ez az információ az eljut az emberekhez. Úgyhogy. Amit most úgy, mondunk, hogy, amikor, ami a, mondjuk ez, ez az információ nyilván, ezek információ morzsák ebből a szempontból. Tehát, hogy nehogy azt higgyük, hogy a, ha az állam belebasz két milliárdot egy e rendezvénybe, attól hirtelen Magyarországon esport lesz meg attól, hogy valaki a g 2 a megvásárolja a játékot, akkor ne, veregesse meg a vállát azért, hogy ő pénzt költött egy játékra, mert a fejlesztő szempontjából sokkal jobb lenne, ha inkább levarezolná a gecibe, mert a g 2 a és eladásokból egy kibaszott forintot nem kap a fejlesztő. Akit igazából játékosként valószínűleg támogatni akarsz. Persze. Hát pont úgy, mint a zeneiparban is. Megveszed a CD-t, előfizet Spotify-ra, gondolom. Csak de, de, de de, akkor, akkor mi lenne mégis csak akkor szükséges ennek a gamer kultúrának? Már a kíváncsi vagyok. Hogy a, tehát akkor az állami támogatások most eléggé visszahúzzák ezt az egészet? A, az, állam... az elég nevetségesé teszi, azt megmondom őszintén. Nem állami támogatásnak hívnám ezeket. Tehát, hogy amikor csinálnak egy, csinálnak egy egy esport rendezvényt milliárd forintból, amit rendezvény szervezőként tudom, hogy mennyibe kerül valójában, és kim van az összes állami cég, akin keresztül el lehet folyatni ezt a pénzt, akkor... Hát furcsa bogára, hogy te fogalmaztál, nem? Furcsa bogár, igen. Furcsa hát bogár. ez... Csak... Érted, egyik, szám, egyik oldalról ott van kihasználva, másik oldalról így van kihasználva az egyetlen szabad platform pedig a, a YouTube, meg mondjuk a Twitch is valamilyen szinten, és mégis befolyik oda is ez a fajta mentalitás. Ezekre akartam rávilágítani ebben a diában, mert én pontosan jól tudtam, hogy ezeknek ezek mögött Aha. ilyen dolgok vannak. Csak nem, nem értem, hogy erről... Ha, ez szépen, szépen visszakötötted, abszolút. És uh, itt igazából szerintem ugyanannál a, ugyanannál a, a, az értelmezés beli különbségnél tartunk megint, hogy a te, mint platform, vagy te, mint hívjuk reklámfelületnek, mert ezeknek a cégeknek igazából reklámfelületként uh, a, funkcionálsz, sokkal megbízhatóbb reklámfelületként, mint egy, mint egy nagy plakát, vagy egy tévéreklám, vagy egy, vagy egy, egy, hogy és, hívják, és akkor visszatérünk, arra, hogy mi miatt vagy hitelesebb és jobban megérősebb ezeknek a cégeknek. Mitől vagy másabb, mint azért, a reklámfelület? Mert nem a, a minősége miatt a kamerának. Mert azt bárki megveheti. És meg is veszi mindenki. Nagyon sokan, akik a tech bemutatják. Mitől? A vélemény miatt. Ennyi marad. A vélemény és a közösségnek a viszonyulása a véleményedhez. De, hát le, de lecsupaszítjuk, de ennyi marad a végén, nem ami a de különbség. De a személyiségedhez. És, a cégeket érdekli a személyiséged? A, a cégeket, hát erről szól az egész influencer marketing, hogy. Vannak személyiségek a céges világban ilyen szinten? Nem, hanem hogy ez az, ami megkülönbözteti a YouTube-os hirdetést, meg a, meg a faszom vége tévés reklámokat a, az influencerektől, meg a videósoktól, meg a tartalomgyártóktól. Az, hogy... Hogy az ott egy ember. De... Egy, uh, egy óriás plakátnak nincsen személyisége egy tévé reklámban, ugyanazokat a kurva színészeket látod, egymás után folyamatosan, és nincsen nincsen, személy, nincsen semmilyen érzelmi kötődés. Itt, itt ebből nem? Kifolyólag... Igen, bocsi. A bocsánat, csak befejezve a Jó, hogy Ebből a kifolyólag, azok a, azok a cégek, akik inkább ezen a vonalon mozdulnak el egy részük, mert nyilván nem a, a, a spagetti marketing, hogy én fizetek ennek, mert 150 ezer ember követi Instagramon, hanem azok, akik akiknek van egy speciális termékük, és azt mondják, hogy bazd meg, ez az ember tökéletesen fogja tudni képviselni a mi elveinket, amik, amik ezzel kapcsolatosak, tökéletes fit. Uh -huh. De én nem érzem azt, hogy hogy az, hogy te, megve, hogy te, te reklám, reklámot, promóciót, reklámot, vagy bármi ilyesmit vásárolhatsz egy, egy tartalomgyártónak a felületén, amiből ugye effektív él az ember, az attól függetlenül a te véleményed megvehető lenne. Hát én ezt, ö... én ezt, én ezt nem de meg az a probléma szerintem... Bizonyos szempontból igaz. Hogyha megtörtén az a tudatosság a cégek részéről, akkor meg, megtörtén a piackutatás. Ezek a szerint... Kutatás, az megtörtént. Tehát, akkor egy, akkor a megtörtént helyek. egy három-négy éve, és azóta azt mondják, hogy oké. Okay. majd napig ugyanez a helyzet. Mert az elég sok új szereplő van például. Um, én konkrét esetet tudok, hogy um, volt olyan ember, aki, akinek nagyon-nagyon jó jött volna a munkássága miatt egy, egy Nintendo, és ismerte és a megfelelő kontaktokat, de hatalmas belső problémák lettek abból, hogy az már ki van adva másnak. Az a Nintendo is, hogy Nintendo. azt nem, Tessék, én se kaptam. Nem, most ne, nem hallottam. Jó, hogy benne van, én se kaptam, Nintendo-t. Igen. Na, hát ö, például erre gondoltam, amikor a szabad piac korlátozásáról beszéltem. Ö, én nem gondolom, hogy itt személyiségekről kéne beszélni. Itt karakterek vannak, jól felépített karakterek. Nagyon sokszor szerintem nem tükrözi a személyiségét az illetőnek az, ami történik az interneten. Ö, ezeket a karaktereket és a, és a véleményükkel egybekötött. Tehát a karakter része a vélemény, hogy így fogalmazzak. Itt a karakter az kevés lenne, én azt gondolom. Mert akkor... A karakter de... Kevés lenne, csak amikor az Zsozé az atyánál az nem az kevés, de nálatok meg kevés, mert nem azért, nem azért vásárolnak nálatok a, a nézők, mert, mert rímeket mondtok a fasszal, például, hogy Zsózi atyánál van. Meg ilyenek. Nálatok, nálatok azért, mert hitelesnek gondolják a, és adnak a szavatokra. A véleményetek Igen. szempontjából. Azért, mert, azért, mert uh, mi úgy gondoltuk, hogy uh, hogy megőrizni az integritást az hosszú távon kifizetődőbb, mint uh, Raid Shadow Legends uh, videókat bevágni a, az egyébként hozzá semennyire nem kapcsolódó tartalomba, és ezzel csökkenteni a saját platformunk értékét, és csökkenteni a saját integritásunkat a nézők szemében. És, mm. és, ez nem az, és ez nem azt jelenti, tehát, hogy pont ez az, ami azt jelenti, hogy nem megvehető egy vélemény. Pont, pont ez az, hogy aki nem vállal el minden fost, hanem utána megy, átdolgozza úgy, hogy az a közösségnek is jó legyen, neki is jó legyen, és a cégnek is jó legyen, aki belerakja ebbe a melót, az pontosan az, akit nem érdemes azért támadni, hogy hogy megvehető a véleménye, mert pont, pont hogy az ellenkezőjét csinálja, pont, hogy az ellenkezőjéért dolgozik. Kapcsolatokat és épít, gondolom. Kapcsolat, persze, de hogy de hogy ezek bizalmi, bizalmi dolgok. tehát hogy Há, Bizalmi az kapcsolat, az, hogy kapcsolat van rossz, a magyar képviselő van. és a videós között. Há, Gyakran igen. Hát én erről beszélek. De hogy igen, de hogy ez én, azt gondolom, hogy ez, a szabad piac korlátozása. Ez szerintem nem, nem feltétlenül korlátozás. Ugyanúgy, ahogy... Ha van egy cég, aki csak veled dolgozik, mert jó kapcsolatban vagytok, azt minek neveznéd? Szerintem ilyen igazából, ilyen igazából nincsen. Tehát, most a Nintendo-ra visszatérve, én azért kaptam játékot a Nintendo-tól, mert a kisimi az egyik pléten megfogta a kezemet, és odavitt, és bemutatott, a cseh, e, ugye azt hiszem, hogy a Nintendo Európa az Csehországban van, nincsen magyar képviselet, oda vitt az emberhez, és azt mondta, hogy ez itt a Dávid, gecire imádja a Máriót. Hát de, most, most, most úgy érzed, hogy az ellen érvesz, amit mondtam, de közben meg azt igazoltad vele. Hát én azt gondolom, hogy ez, ez nem, ez, nem, egy, ez nem feltétlenül egy pozitív mentalitás. Én nem... Én azt a... gondolom, hogy oda vitt, bemutatott neki, hogy te imádod a mario és erre kaptál egy nintendo -t. Nem kaptam nintendo t sajnos. Ja, de ja, mert úgy, úgy, értettem az elején, amikor nem, elkezdtem. Nem, 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 kaptam, Gecire nem kaptam nintendo t a, nem, nem, erről, nem erről van igazából Be kell szóval, mutatni nem, egy pont hát, szóval. ez a lényeg, ezt szerettem volna tehát, tehát, pont ez az a működés, amiről én beszélek. Tehát amiről te azt mondod, hogy felváltja azt a mentalitást, ami mondjuk az állami szférában. Én azt mondom, hogy ugyanez van itt is valamilyen szinten, csak kicsit kivonjátok magatokat ebből a működésből, és úgy érzitek, hogy nem ez történik. Miközben ugyanúgy a szabad piac korlátozása van, mert van legalább 80 tech csatorna, vagy több Magyarországon is már, és személyesen ismerek, mondom többet is, akik teljesen kiszorulnak ebből a körből, Na, és... Most egy nap nem akarok beléd is belédelni, és aztán a VR-ba is belélni. Úgyhogy... A VR-nak köze van ehhez? Én nem tudok róla. Hát de azért az a legnagyobb tech csatorna a szerintem. A csatorna, igen. Tehát most én logikusan, hogy egy, cég, egy cégnél dolgoznék, én is őket kérném meg, hogy mutassák be a termékem. Hát van annyi pénzed, nyilván. Hát szerintem meg is éri nekik, vagy nem tudom, hogy ez hogy van a marketinges piacon jelen pillanatban, milyen árakon. Jó, így tudja, ezzel, ezzel, kapcsolatban. Hát de ott jön is a nézettség, rendesen. Én tudok mondani, hogy, hogy, mennyire jön ez vissza. Brandépítés szempontjából egészen. Hát, csak tudod, amikor például a minél látok olyat, hogy szponzorált tartom, és azt nézem, hogy 800 megtekintés, azért ott elgondolkodok, hogy Baszki, ezt mondjuk ezt, mondjuk ezt a laptopot, vagy ezt a Nintendo-t, ezt miért nem kapta meg mondjuk az anonim ilyen szibalás 100 feliratkozóval? Miközben hogy... minőségileg ugyanaz. Én, ne, én, én, nem értem, hogy ez hogy tudja megérni a cégeknek. Hát, ez egy jó kérdés. Az a helyzet, hogy, hogy a... most az esküszöm, megnézem. Az anonim ilyen szint? Bocs, vele például azok csak... Nem, nem nem. F... nem, nem, őt vágom, őt vágom, mert szembe jött egy, szembe jött egy videó, úgyhogy őt vágom. De f... én nem tudok nyilatkozni a Ezéről. Én Nem tudok nyilatkozni a, hogy hívják ról. A, a, az iminek a dolgairól, mert nem látok bele az együttműködéseibe. Azt tudom, hogy, uh, hogy, hogy, az imi milyen ember. És uh, tudom, hogy neked elsősorban igazából nem a, nem, most már nem is a megvehető véleményről van szó, hanem arról, hogy belterjes a magyar piac. Hát, hogy ne persze, hát én erről De, beszélek. A, jó, 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 mert én még mindig azon vagyok, hogy akkor hogyan fogjuk ezt visszapörgetni arra, hogy Imi és Viktor véleménye nem megvehető. Rajtuk idejából... keresztül volt ez valamilyen szinten bemutatva. Tehát Aha, ott volt ez, ez az az a simulékony minél. közeg, amiben rátok gondoltam elsősorban, és a statisztikák azok azt támasztották, amit bevágtam a kis Imitől és a Sirius-tól, hogy alját hogy a, alját, hogy a közönséget építenétek, leszűkítettétek a közösségre. Mert ezek a statisztikák ezt igazolták, Aha. hiszen a permanens fedőradkozó szám vesztés az nem feltétlenül a közönség építését jelzi. Inkább azt, hogy akkor már kiépített 50 ember legyen nem, az, pont, aki... Hogy a közönségről a közösségre való váltás, Ami, ami hosszú távon nekem, mint tartalomgyártónak, akinek, aki, aki, sokkal többet vesz ki emocionálisan ebből az egészből, mint, mint mondjuk anyagilag, és inkább az kerül előtérbe, az, az, szerintem egy teljesen, teljesen egyértelmű folyamat, hogy... hogy, hogy... Hát csak tudod, amikor olyanok vannak például, hogy volt a Ben streamer Bálna streame és rédeltiteket, és ott is az volt a reakció, hogy mit tudom én, hogy dobjuk ki őket innen, akkor elgondolkozik az ember, hogy miközben mondjuk a Zsózi atyánál is megvan ez a közösség, vagy nálam is például itt Discordon. Vagyunk azért több ezren, viszont nem vagyunk ennyire tehát, hogyha tőledek jönnének emberek, ahogyan azt gondolom most meg is történt, nem, nem vagyunk ennyire elutasítóak az újakkal kapcsolatban, nem, nem, ér, nem, ér, nem érzem azt, hogy felborítaná az egyensúlyt, hogyha kívülről jönnének új emberek. Nyilvánvalóan, aki kurva anyázik, vagy esetleg azt mondja, hogy akasszam föl magam, az ugyanúgy, ahogyan a saját, eh, hogyha létezik ilyen, ugyanúgy, ahogyan az, azok közül is kibasznánk a gecibe mindenkit, aki mondjuk már itt van a cseten évek óta. Ahogyan De ez, ez a például tegnap értényel, is megtörtént. Aztán a lábáról értelemszerűen. Hát igen, szóval csak, nem, nem, csak, csak, csak ilyenkor nem értem, hogy, 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 ez a, hogy ez az elutasító magatartás a, a kívülről jövő, jövő uh, impulzusokra. Nem. A sok uh, ember egyszerre odacsődítése az, ami felborítja az egyensúlyt. Tehát ti nem rédeltek a... embereket, amikor befejezitek a, a streamet? Mi, mi rédelünk embereket, de nálunk ez egy uh, kimondott, uh, kimondott szabály hogy csak nem egymást nem hanem megpróbáljuk. Én nem. Én minden nap próbálok új embereket rédelni. A... De, akkor, de, de, ezek szerint abban 100 biztos, hogy az 500 néződből senki nem fog spemelni, mert ezt kimondtad. Ez így van. És akkor ennyi a különbség, hogy én meg nem tudtam kiszűrni az ezer emberből azt, aki spemel. És nem is csak a, nem is csak a, nem is csak a elés, hanem az, amikor odaviszünk, ö, odaviszünk ennyi, ennyi embert ö, valahova, és nyilván most ez nem egy, nem egy javíts ki a tévedek, Marci, de ez nem egy ószándékú direkt trade volt, hanem... Rólam volt szó, áll, én... Azok az emberek, akik, mm -hmm. uh, akik, akik uh, anélkül, hogy nyilván én is hibás vagyok ebben az egészben, és uh, ezzel... Szerintem alapból, alapból az is az is szerintem egy, egy egy félreértés, hogy itt a nézőközönség valami elképesztően más. Tehát nekem, nekem hát. tudom, hogy, tudom, hogy a YouTube, tudom, hogy a YouTube statisztikákra annyira nem lehet hallgatni, viszont én nagyon sokszor csináltam felmérést így házon belül is, és az jött ki, hogy a, a nézőközönségem az 18, és például 26 között van leginkább. Viszont jelen pillanatban már 20 fölött van a a 26 éven fölüliek aránya is a csatornában. Ez azt jelenti, hogy egyre több idősebb korosztályban lévő ember nézi azt, amit csinálok, még akkor is, hogyha Minecraft-tal játszom. Üm, itt a cseten is kiderül, hiszen valaki nézett titeket, tőlem is, aki engem is nézett, és írt nekem, hogy rólam beszéltek, hogy itt elképesztő módon nagy átfedések vannak. Biztos. Szóval, itt, itt nem arról van szó, hogy te, ti kiépítettetek egy elképesztően jól működő közösséget, ami külön működik mindentől. Én így érzem legalábbis. Itt arról van szó szerintem, hogy fogyasztanak az emberek tartalmakat. Van, aki Abszolút. ezt is fogyasztja, valaki azt is fogyasztja. Abszolút, és uh, itt, már, itt már nem arról beszélünk, amiről eredetileg beszéltünk, hogy az, amikor van egy pohár kávé, és a kávét felöntöd annyi tejjel, amennyivel fel akarod dönteni. Viszont ha túl öntöd, akkor szar lesz az a kávé, és teljesen mindegy, hogy mennyire volt jó az a kávé, vagy mennyire fasz az a tej. Ne nekem nincs bajom az, hogyha a rédelésre úgy hogy valakit hidege, hogy ki úgy a rédelésre, az én vagyok. Én most nem is rédelni mentem át, hanem arról valaki írt a cseten, hogy nézitek a... Persze, hogy persze, beszéltek csak rólam, csak és én meg... gondoltam, hát, streamelek, ezt, megnézem, nem hogy streamelek, megnézem, a... hogy miről beszéltek. Most oda jöttek, én ezt szóval nem mondtam senkinek, hogy menjen oda a streamethez. Jaj, teljesen biztos voltam benne. Hogy írjon neked. Én elkezdtem hallgatni, hogy miről van szó, és most az nem az én, tehát hogy ez már bocsánat, mondom, de nem az én hibám, hogy, hogy a, hogy, a, hogy, a, stílusod és a kimondott szavaid, azok ellenérzéseket váltottak ki belőlem. Tehát amikor, a, amikor nem tudtam hogy mi a nevem. Nem, ez egyáltalán nem, Marci, és igen, nem tudtam, hogy mi a neved. Tehát azért de ott egy kicsit, azért elpattam bennem, amikor az van ról, rajtam számon kérve, hogy hamis tényeket közlök a nézőkkel. És, és én ezt továbbra is tartom, Marci, tehát hogy ez nem, ez nem változott. Mert Amint a hamis a, tényes. Az én, az én alaptételezésem az az, hogy az alaptételem, amiből kiindult ez az egész, hogy Imi és Viktor véleménye nem megvásárolható. De miért adok. pont ők? De miért pont ők? Most kiderült, hogy te sem működsz kifejezetten máshogyan. Miért pont ők én vannak nem. mindig megemlítve külön? Azért, mert nekik vágtam be statisztikát? Nem, így van a, azért, a statisztika. Hát, is megemlítettem. Egyébként. Azt nem tudom. De megemlítette, de akkor hát téged is megemlítettelek volna, csak nem. nem engem is megemlíthettél volna, és én is nagyon találva éreztem volna magam. De én nem veszed magadra? Hogy, hogy tudod, hogy... Hát, hogy. Hogy ne venném magam? Hát, érted? Tehát, hogy az, uh, megmondom, mi a különbség. Uh, én nagyon jól tudom, uh, és nem, nem az fáj, hogy te, famid Maker Marci, csináltál egy, uh, egy videót erről az egészről. Meg, meg, élőben, élőben ezt bemutattad. Tehát, hogy ha el, ennyi lett volna, akkor így lerázza mindenki magáról, hogy jó, van baz, meg nem ért hozzá, hát most ez van, nem lát rá, szórakoztatja a nézőit, nem kell nekünk foglalkozni semennyire. Viszont a shitstorm, ami utána jött a De hol? Defre, meg a... De Dév, hol jött shitstorm? Ezt senkit nem érdekelt volna ez az egy díja megmondom őszintén, senkit nem érdekelte az előadás, amíg föl se tettük nyilvánosba az egész előadást. Amikor valaki már kiprint aki ott ült az előadásunkon, nevezük nevén Brown nevű youtuber, és elküldte privátban nektek, vagy legalábbis a kisimélyeknek biztosan. Hol jött volna ez a shitstorm? Komolyan, hol? Mindenki leszarta. Ki se került még az előadás nyilvánosan, amikor már kiakadtatok rajta. Twitteren nem mi osztottunk meg privát beszélgetéseket a másikról, azért ezt tisztázzuk arra nem tudom, hogy ott egészen pontosan Tehát, hogy ti kezdtetek el erről a... beszélni azon túl, hogy megtörtént ez az előadás. Igen. Ez a részleten nem érdekelt senkit az előadásnak, kb. A shitstormot nem indítottuk el. Én biztos nem indítottam el az, hogy ezeket kimondtam. Az indította el a shitstormot, hogy, ezeket, hogy ezek kimondásra kerültek. És ugyanúgy, ahogy az én megjegyzéseim a, a streamben, ami most történt, azok elindították ezt, ugyanúgy indította el a te megjegyzésed is, amit, uh, amit tettél. De ez most itt le van zárva. Mi ezt meg fogjuk itt beszélni, és ez többet nem lesz szóba kerülve kettőnk között, mert le lesz zárva. Mert megbeszéljük. Én nem Twitterre mentem föl, hogy tovább mélyítsem a feszültséget egymás között, hanem azt a mondtam, fél. hogy akkor beszélgessünk Discordon, a két fél, aki érintett a dologban. Nem gondolom, hogy ez tovább szítene köztünk a feszültséget. Arról pedig azt gondolom, hogy tovább szítja a feszültséget, hogyha valaki mondjuk, ti csináltok egy előadást, vagy beszélgettek rólam, és nekem erre az a reakcióm, hogy a saját közösségemnek kiposztolom erről a véleményemet anélkül, hogy esetleg az invitálást a vitára netettem volna meg, vagy ne lett volna erre kapcsolatban nekem ö, bármiféle ö, kezdeményezésem. De az, hogy ilyen szinten elhatárolódott mindenki közületek a attól, hogy beszélgessen... Velem, Én vagy akár a dörrévünk szal Tessék! Én nem éreztem magam megszólítva, mert hogy. De most volt. mégis kiderült, hogy megszólítva érzed magad. Megszólítva éreztem magam, de ugye nyilván azért az ember távol tartja magát azoktól a dolgoktól, amikben nincs feltétlenül lova ebben a versenyben. De, de, magad, de magadra hát, vetted, nincs. amit mond. Abszolút, de nem magam miatt, hanem, hanem amiatt, és, és ez lehet, hogy furcsán hangzik. Az az emocionális teher, amit ez rárak egy emberre, azzal szerintem te egyáltalán nem számoltál. Mert igazából... nem. Én számoltam. Megmondom neked őszintén. Én számoltam azzal, hogy. De nem gondoltam volna soha a büdös életben, hogy ez ennyire, ennyire túl lesz lélegve, vagy túlérzékenykedve, megmondom őszintén. De azzal számoltam, Én hogy. Hogy, 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 meg, megsértődés lehet belőle. Én mindig számolok azzal, hogy megsértődhetnek rajta, amit mondok. Hát ez összes videó a Megsértődés. Milyen? A, megsértődés az egy, az egy dolog, marcia megsértődés. Mert, mert nyilvánvalóan, hogyha valaki téged megbánt valamivel, tök mindegy, legyen igaz vagy nem, megbánt valami valami igaz. Tehát, hogy például a nézőit folyamatosan írják, hogy milyen magas a hangom. Nagyon magas a hangom, srácok. Szar balzom, le őket. És ezek, ezek is hülyék. Hülyes, amúgy. Hülyék és ezek, ezek, akik itt vannak. Ez, 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 egy, ez egy sértő dolog, de leszarom, mert nem... Nyilvánvalóan... Persze. Érted? Szexuálisan frusztrált 12 éves, aki három percre elrakta a faszát, hogy írja Ezek? Hallott? Nem, Nekem nincs olyan nézőm, aki ne lenne szexuálisan frusztrált 12 éves. Komolyan szóval mondom. Az, az összes. Az anyánál, az akik... Röhelyes az összes, gyerek. Komolyan. Ez a része az, amit, amit én leszarok teljesen. Viszont viszont egy olyan, egy olyan igaztalan állítás, ami, ami szér, sérti az én egyébként is túlfejlett igazságérzetemet. Nessza és... is írt, hogy hülye. Itt az előbb a cseten. Jaj. Ami sérti az én igazságérzetemet, és... Uh és az utána következő shitstorm, az, ami a legrosszabb ebben az egészben, az az emóciális teher, hogy neked effektív foglalkoznod kell ezzel, amikor kurvára semmire nincs idő. De miért? Te akkor mégiscsak... Tehát akkor mégis csak... Tehát, hogy én most elmondtam neked nyíltan, hogy akár neked is betettem volna a statisztikádat abba a diába. Nyugodtan volna, és pont akkor mondaná, már... Ak lett volna, igaz? Tehát, hogy uh... Az a, az a probléma, hogy uh, tudom, hogy korban köztünk van egy 11 év, és nagyon, nagyon nem érzem korrektnek, hogy ezt nekem kell kimondani, de ez a fajta emocionális teher, amit itt most felvázolsz, ez azt gondolom, hogy az élet része ki. Ez megtörténik. Konfrontációnak hívják. Konfrontációnak hív, Nem, ezt nem hívják konfrontációnak. Nem? Tehát, hogy ez a, van az a konfrontáció, amit te megválasztasz. És van az a konfrontáció, amit igaztalanul... Hát de ezt most én választottam, hogy itt na. beszélgessünk? Nem, 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 ezt a, ja, nem, ezért én vállalom a hát csak azért hát, gondol, Csak azért mondom ezt, hogy én ez azon... Tehát, hogy én ezért nem érzem magam különösebben most letaglózva, hogy ez a beszélgetés megtörtént. Én vállalom ezt a konfrontációt. Nem, Még úgy is, hogyha nem így terveztem kurvárom, a reggelemet. azért kurvára nem. Gecire el vagyok késve. Ja, Jaj, ne arra, kommentációt... nem akarok feltartani, szólj, hogyha menned nem, kell. Semmi ilyesmi. szólok majd, szólok majd. Csak, érjünk a végére, mert körbe táncolunk egy Oké, okay, persze, fontos persze dolgot. Az Zárjuk az le. Két, le. Jó. két fontos dolgot körbetáncolunk. És az, 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 egy, az egyetlen dolog marcia, amit, amit szeretném, hogyha, hogyha belátnál, hogy nincsen azzal az ég a semmi, semmi baj, hogy neked van egy véleményed. Mert a te csatornád az arra épül, hogy neked van véleményed. Én ezt belátom, hogy nincs van? baj ezzel. Ne idegeskedj dévelő, Viszont azt is be kell látnod, hogy kicsi. nem vagy tévedhetetlen. Igen, azt tudom. is be kell látnod, hogy mindennek, amit kimondasz, annak következményei vannak. Tudom. Nálam is, mert most itt ülök, ahelyett, hogy készülnék az esti adásra, és... Jaj, sajnálom. Jaj, tényleg ja, nem akartam felborítani a bioritmusot. Nem, nem, nem. Ja, nem ez, az, ez, az, én, ez az én fasságom, tehát hogy számíthattam volna rá, hogy, hogy, hogy ez lesz. Hát nem, becsúszott egy kis feltartom a, én meg sajnálom, hogy feltartom a Minecraftot. Nem, nem. Ez nálunk egy kicsit kötetlen ebben megy. Az történik, Igen, ami látom. történik. Szóval be kell látnod, hogy azoknak a dolgoknak, amiket, amiket kimondasz, azokat számon fogják kérni rajtad. És, Megtörtént. És szerintem megtörtént, abszolút, megtörtént. Viszont Mennyit kérsz, hogy ez elérhető legyen? Engem már az is végtelenül kielégítene, hogyha azt mondanád, hogy sajnálom, félreérthetően fogalmaztam, nem Bentben. a véleményük, hanem a platform. Rendben, én nem érzem magam tévedhetetlennek, százszor elmondtam már, hogy nem is vagyok az. Viszont akkor ezt megteszem, jó? Hogyha ez neked, neked ez fontos. Neked ez fontos, neked ez fontos akkor ezt meg tenni. Én, én, én belátom, hogy, hogy, belátom, hogy, belátom, hogy félreérthető volt a megfogalmazás, igen. Nem Lehetett nem ezt sem. úgy is értelmezni, ahogyan ezt, ahogyan ezt értelmeztétek. Nem arra gondoltam, én azért elnézést kérek tőletek, hogyha, hogyha ez nagyon, félre, nagyon félreérthető volt. Hát, egy nagyon rég ennyire a faszom, Marci. Komolyan? Hát, ez jó nem érzés nem most? Hogy ez jó! Nek... Kifejezetten jó. Na, örülök neki, hogy örülök neki, jó érzést tudtam tenni. De ettől függetlenül viszont azt, amire gondoltam, tartom. Hogy belterjes. Persze. Igen, igen. Tehát nem... Marci, 15 éve dolgozom a magyar gamingben. Belterjes kurvára? látom. Pontosan ugyanazokat az arcokat. Mindig más pozícióban. Akkor ebben egyetértünk lényegében. Amit én, amit én közölni szerettem volna, csak le, lehet, hogy az, az zavart meg, hogy itt konkrétan betettem a statisztikáit a, a ismerősi körödnek. A, meg, meg, egy, meg, egy, meg egy igaztalan állítás. Lehet, hogy azzal, azzal igen. tökéletes. Ezért már elnézést kértem, igen, igen. Kibaszottul beterjes a, a magyar gaming, és kibaszottul beterjes a magyar IT, és nem látom azt, hogy ez valaha változni fog. Ez szomorú egyébként. Én, el, én el, ezt nyilván nem csak a gamer látom, hanem mindenhol is valamilyen szinten ez, 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 van a mélyén, ez bújik meg a mélyén annak, a, hogy, hogy miért, miért, szólalok fel. Akár, akármennyire is embereken keresztül mutatom ezt be, de valljuk be őszintén, hogy ennek mindannyian egy picit részesei vagyunk, és szerintem ez nagyon-nagyon nem egy, nem egy korrekt és nem egy jó mentalitás ezen, én szerintem ezen lenne érdemes változtatni, és hogyha tudjuk magunkról, hogy mi sem vagyunk, meg nem képezünk kivételt, a onnantól kezdve szerintem már csak magyarázkodunk, hogy, Abszolút. hogy ez nem én egy létező dolog, vagy pedig önigazolunk. Nem vagyok, Marci, úgyhogy, uh, az, mondom, én egy érzelmi alapon döntő hópihe vagyok, úgyhogy uh -huh. én is, engem is elvitt az érzelem ebben a beszélgetésben, nem megértem, volna. Megértem. Úgyhogy uh, én ezért fogok bocsánatot kérni. Jó, meg megértem, meg megértem, hogy miért vitt el. Ümm, nem tudok erre most pontosan most többet mit mondani, igazából. Jó, de ugye, ha ezt most megbeszéljük, akkor hogy lesz ebből rendvideó? Rendvideó? Tehát én szeptember óta streamelek, papító tudom. Papikám, szeptember óta stream van, és én ilyeneket a rend. én már nem csinálok. Április óta nincs rend. Nem a volt nagy már a rend. A Micsoda? Túl nagy a fos a világban magától is. Hát, nem fárasztom már magam az ilyenekkel. Érted, jön a donét, tolom a Minecraftot, hátradőlök, csill egész nap. Fel? Mennyibe kerül itt? Hát itt egy 200-as a havi Na, tagság. Olcsó. Nálatok mennyi? Megérni. Nálunk geci drága. Drága? 4,99 és még az adót is ők fizetik. Oh shit. Azt néz oda. Twitch leszedi. Na bum. Jön, felé meg Se. Jaj. Ö, jó van. Ö, én nem tudom, hogy még mit tudnék ezt tenni azon a... kívül, amit megbeszéltünk. Az a, az a helyzet, hogy, hogy azt igen? hiszem, hogy ezt hogy ezt átbeszéltük. Ha érdekelnek a magyar játékvilág működési elvei, akkor... Hát a, meg, megmondom guess, őszintén, se... hogy van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, illetve nem gondolom, hogy annyival más, hogy működne, mint bármelyik másik üzletágban, úgyhogy szerintem... Nem sokkal. Sokkal más, működik? Nem, nem. nem ja, sokkal. nem sokkal, nem sokkal. Nem hát sokkal. igen, szóval... A hogy... meg a meg a, a kevesebb multi, az, az, ami, az ami egy kicsit trükkös. De most teszi. ennek. Ö, ennek. ti is a részé vagytok, akkor ebben egyetérthetünk. Persze. Igen. ennyi, volt az én, ennyi volt az én diám. Ennyi. Ha most visszamennék az időbe, kivenném a megvehető vélemény megfogalmazást, mert ennyi marad belőle, Viszont hogyha kivesszük, le amit le most elmondtunk. És innentől kezdve, az, hogy ez egy belterjes piac, és sokan vagyunk, akik a kapcsolatrendszerünk keresztül tudunk fejlődni, ez tökéletesen megállja a véleményét, vagy megállja a helyét ez a vélemény, és nem tudok vele vitatkozni. Mert Jó, euh, okay. én 2008 óta vagyok, 7 óta vagyok benne a magyar Gamingben, és azóta azok az emberek, akiket én megismertem, Azokon keresztül szervezem a rendezvényeimet, azokon keresztül csinálom az új projekteket, azokon keresztül gyakran jutok hozzá olyan termékekhez vagy, vagy olyan lehetőségekhez, amik, amik előre viszik ezt a izét, amit csinálok az interneten. Jó. Hát én azt éreztem, hogy ennek a létezése sincs Elismerve, de örülök, hogy ezek ki lettek mondva. Megmondom ennek őszintén. Ennek a létezése abszolút az én oldalamról teljes egészében teljes egészében elismerem. Azt is, hogy, hogy ez a hogy, hogy, ez, hogy ez nem megfelelő. Hmm. Én ettől függetlenül azt tudom hozzátenni, hogy ha engem valaki megkeres azzal a kapcsolatban, hogy szeretne valakivel együttműködni, ahova nekem direkt kapcsolatom van, mm. akkor uh, én nagyon ritkán mondok erre nemet, mert mert miért tenném attól, hogy valakivel együtt dolgoznak, attól még valószínűleg velem is együtt fognak Igen. dolgozni a hát jövőben. Tehát én nem lesz kevesebb szerencséd attól, hogy a szerencsét megosztom. Ha megengedsz másodban. annyit, én, én ezt így megosztanám, hogy én annyit látok így rajtatok, hogy um, legalábbis így kívülről, tényleg nem szeretnék ezzel kapcsolatban sok mindent mondani, de amit látok, és szerintem ez hosszú távon visszaüt ez a fajta, ez a fajta gondolkodásmód. Azt, azt, veszem észre, hogy a, a, a komfortzónátokat nagyon erősen építitek. És bármi, ami ezen a komfortzónán kívül esik, az támadás. Öm, és öm, ahogyan például most nálad is, hogy marcikával kezdtél, vagy, vagy, vagy a koromra hivatkozva nem szeretted volna a közönséged előtt azt, hogy mi beszélgessünk, ezek is pont annak a jelei, hogy, hogy a komfortzónán kívüli dolgokhoz passzíva-agresszívan álltok hozzá. Én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy támadás támadásfaktor. Én nem, én nem azért mondtam el ezeket, hogy nektek ne legyenek oh. szponzoratai. Szponzor, szponzor, ja, nem, szponzor, old... Abba az meg kicsit tudom mondani ezt ja. a szót. Szponzoraitok igen, így van. Szóval nem azért mondtam ezt ki. Én, én nem, vagyok egy, nem vagyok egy üzleti veszély. Én, én, or én or organikusan működök. Lényegében uh, én is azt mondom ki, amit érzek, csak uh, előtte az hát még ilyen, a fejembe át van rágott. Na, mi az? Húz már innen, boomer. Ez, ja, ezt írta valaki. Na, ez is a másik, hogy nézzek. Én ezeket, én ezeket, én ezeket már meg se látom, annyi, annyi ilyen van, hogy én hozzászoktattam magamat az olyan dolgokhoz, amik kizökkentenek a komfortzónámból, főleg itt az interneten, főleg itt az interneten, Ez, szerintem ez fontos, mert nem lehet sokáig fenntartani, én azt gondolom, egy nyilvános én platformon. Én idiótákat szeretem a legjobban. Melyik a idiótákat? a vicces, a vicces Na megint, ha megint idiótának nevezel valakit, aki egy anonim profilba bújtatja a passzív-agresszív véleményét. Érted? Miért? Mi, mi, miért? É, é, érzem rajtad, hogy ez, ténylegesen érdekel téged. Abszolút. Engem a, az online a kommentelési kultúra, meg az online vita kultúra, az egyik kedvenc dolgom a Földön. De ezek, ezek anonim kommentek, ezeket úgy is érdemes kezelni, hogy rá se az ember, ezért vannak a moderátorok. Ezen, ezen fölbaszni magunkat, ez, ezért mondom, hogy ez a komfortzóna. Nem fölbaszni, hogy fölbaszni. Tehát, hogy engem... Hát akkor lenézed. Én... A, igen, ez, ez nem, nem... Hát igen... Hívhatjuk, hívhatjuk, ezt lenézésnek, de inkább a, szerintem a lesajnálás egy, egy kifejezőbb, egy kifejezőbb szó, meg rejtett tisztelet. Mert hogyha valaki egy sértésbe hajlandó belevinni annyi energiát, hogy az, hogy az a végén humoros legyen, Aha. Az, az, szerintem parádé. Igen, Imádom. igen. Vannak jó, vannak jók. Én is szakadni szoktam egy-két kommentet. Én azokhoz szakadok a legjobban, amik rólam szólnak. Egyébként én szeretem, ha oltogatnak, arra jöttem rá. Na mindegy. Minden olyan ember, aki az összes hibáját a pajcsként viseli maga előtt, az az nagyon szereti, ha oltogatják Mert rajtam azért van támadási felület, azt megmondom. Rajtam van. És ezek mindig viccesek. Ja, ja. Na jó, ö, hatal... hatalmas jó? Ender Dragon kéne még megölnöm, ne arra, de rengeteg dolgom van még ma, bazeg, Dave, sok meló van, meg minden. Hát persze, hát egész nap meló van, jön az Ildi, a, a, a titkárnőm, hozza nekem a kávét, egész nap tudom a Minecraftot, meló be van nekem ez ütem, ez volt. Sajnos nem tudok többet beszélgetni veled, mert most nagyon sok dolgom van mostantól. Teljesen, a, foglald, foglald el magad nagyon ügyesen. Igyekszem, és, igyekszem el, hát a sikerül, hogy ne unatkozzak. Szerintem jó beszélgetés volt, én örültem, hogy létrejött. Maradió volt, Marci, igen, igen, igen. Én is a, feszültség nélkül távozom innen. Rendben. Szuper! Na jó van, akkor. Jó ja, van? Viszont hallásig. A további szép napot!